Jó reggelt kívánom mindenkinek, egy kis mikrofonhúzogatás, egy kis állítás. Hello Feri, hello Jani. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, meleg van, de esik az eső. Ez az időjárás, már ami az időjárás illeti. Igen, szóval, hogy ilyen kis, hát hogy is mondjam, tavaszias idő. 10 fok, az így az így egész jó, viszont esik az eső. Tegnap este felé ilyen 16-17 fok nagyon volt. Nagyon jó volt. Hú, jó, egyébként kellemes. Nagyon. Tök szép idő volt szombat vasárnap. Azt mondták már egyébként, hogy mit tudom én, szombaton már fog esni, szombaton este felé, de hogy vasárnap reggel biztos marhára nem esett, úgyhogy köszönjük szépen, örültünk neki. Az mára jött, mert hogy ma van forgalom, tudod, ilyenkor, ja, ilyenkor érdemes esni. Meg ma, például nálunk a kerülőben ma kell kikészíteni honlapra a hulladékokat, mert hogy lomtalanítás van, úgyhogy most szépen majd szétázik minden, de jó lesz. A valomtalanítás? Aha, igen, ma kell kikészíteni, és akkor holnap reggel viszik el. Hát, nagyon örülök neki egyébként, hogy tegnap így kimentem egy kicsit kocogni, aztán így körbe nézegettem, hát így passzív módon, de nem úgy, ahogy Balázs vázolta múlt héten, hogy beülünk a zsigába, és visszük az utánfutót. Vagy ezt jobban megnézném, mint hogy kocogsz. Az jobb, egyébként az izgalmasabb lett volna, főleg azért, mert azért ilyenkor a lomtalanításkor nagyon könnyű belekevered mindenféle kis csetepartiba. A legtöbb, halmon már ülnek. Így van. De ugyan jó nézni egyébként, látni évről évre, hogy nem tudnak olvasni most komolyan. Tehát, hogy amikor le van írva szépen, magyarul, nyomtatott betűkkel, hogy mit ne rakjál ki, és persze, hogy kirakja. Hát, mert hogy azt gondolja, elviszi. Belefér. Igen. Hát, ha nem veszi csak észre. Csak aztán még majd nem viszik el. Tehát, amikor azt hallod, vagy azt olvasod, hogy az FKF-nek mondjuk évente x milliárd forintjába kerül pluszban foglalkozni azzal a hulladékkal, amit egyébként ők nem kellene, hogy elszállítsanak lomtalanításkor, de az emberek mégis kirakják elektronikai, elektronos hulladékok, amik a háztartásban mondjuk ilyen, mit tudom, autógumi, monitor. Hogy honnan kerül elő, azt mondod? Igen, nem az a baj, hogy ezek veszélyes hulladékok. Ja. Ezeket külön kellene ugye a hulladékgyűjtő udvarokba beszállítani. Ezeket mindig kifejezetten kérjük, hogy ezeket ne tedd ki. Na de azt a kis lakos, azt önállóan vigye be. Hát, érted? Tehát mikor elviszik úgy is, nem? Mikor fizeted az FKF ZRT-t, érted? Tehát viszi a szemetet, és én még külön, gondolja így alakos, okay. Én még a gumival menjek be külön. Hát ki van fizetve? Vigye be ő. Így van. Szerintem biztos, hogy ez jár az emberek fejébe, hogy úgy is fizetek érte, hát már most az a 4 gumi csak belefér. Így van, és a biztonságedért még kirakom egyébként a háztartásban keletkezett háztartási hulladékot is, mert már most tele van a kukac, csütörtökön viszik el. Hát most érted? Hát egy kicsit csak el tudják vinni még, nem? Igen, például nálunk abba hagyták a lomtalanítást. Tehát nálunk 2 éve úgy döntöttek, hogy nincs. Csak ott elviszed el a dolgaidat? Nem, azt hiszem van egy nap, amikor ingyen kihívhatod őket. Aha. És akkor utána viszont már nincs lomtalanítás. Nem biztos, hogy ez rossz. Hogyha megnézed a lomtalanítás alatt az összes kerületet, amit a Jani mond, minden szétdurva, szétdobálva, ott ülnek rajta emberek, szóval egy ilyen... De úgy meg egy zseniális dolog. Egy csomó dologtól megszabadulhatsz úgy, hogy közben tényleg nem sutyumban viszed közerdő szélére, mert vannak ilyenek is, hanem szépen évente egyszer ingyen elviszik a házad elől. Mert akkor meg szerintem az tök jó, hogy azt mondod, hogy egyébként egyszer van, amit telefonszám, csak van. Az azóta se tudtam meg. Hát jó, tehát, hogy most az a te gondosságod, de már legalább tudsz a dologról. Azt nekem azt mondták, azt ezért átvágtak, de hogy nekem mindig májusban volt, mindig kipakoltam, aztán mondtak, ne pakoljak, mert évek óta nincs már. És csak gyűl, hiszen 3-4. Mindig nem vitték el. 2 emeletes ágy, 4 diszperzites vödör, és 6 liter fagyáló átkint a kertelőt. Ráadásul ez is. Tehát, hogy például itt van, amit említettem, hogy az előbb veszélyes hulladékok, például a festék, például a vegyszerek, és ezt egy nappal később elviszik egy meghatározott helyről, kerületünkben ugyanígy. Vagy akár több helyről is, nem vagyok benne biztos, nem akarok hülyeséget mondani, mi egy helyre szoktuk vinni, oda az Alacskai szélén volt tavaly, oda visszük ki. Nem viszem ki, kirakom, hát érted, hogy jönnek el, de nem, akkor nem azért. Egyszerűbb. Egyszerűbb. Vagy az erdőszélén. Mindegy. Nem is, nem. De érdekes, ma azért mondtam.
majdnem mondtam, hogy nem érdekes, de érdekes. De érdekes, de érdekes. Na milyen volt hétvége? Jó volt, rendben volt? Jelenti. Lement mindenkinek, rendben volt? Nagyon jó. Jó van akkor. Azt mondja, hogy... tele vagyunk közlekedésére. Mi van, nem alszanak az emberek? Vagy mi van ilyenkor, gyerekek? Miért van ennyi közlekedésünk? Valamikor még nem szokott egy sem. Valaki azt mondja, hogy dobja egy százast. Nem, nem azért mondtam, mert izgalmasnak tartom a témát. Csak jellemzőnek. Igen. És valóságos. Azt mondja, hogy a soprai határeleset alakul ismét a Dugó Zsolt. Köszi, hogy elküldted. Szergely vagyok, Nyíregyházáról írok, pszichológusnak tanulok, jelentkeznék a játékra. Oké. Okay. Pénteken megkaptam a bögrét, el sem akartam hinni, nagyon szépen köszönöm. Nagyok vagytok, még te is, Jani. Na, neved a lelkedre, csak hűlök. Anna, imádlak. Már csak egyet nem értek, miért kellett összefirkálni a bögrét? Ja, ne haragudj, hogy aláírtuk. Ja, István elküldte ugyanazt, amit elküldött e-mailben is, mert én azt már olvastam, azt hittem, hogy dezsavé érzésem van, de hogy igen. Humorizál, hát ő jó fejeskedik, igen, vagy hát legalábbis próbál. Soproni határ beállt, mint a derekam, 4 kilométeres a sor, aki tud, kerüljön. A disznóvágás idejét, helyszínt, léci, mondjatok, Szabit kell kérnem időben. Mondani fogjuk, ezt leütjük gyorsan, és akkor ennek találunk egy dátumot, még nincs. Még nincs, hát valamikor november. A vége szerintem. Felé, nem? A vége felé így van. Már így úgy van. Nem, a november vége felé nem, mert akkor már baj lesz, de hogy így a... Tehát a... Most azt, hogy november 19-én elhallgat a rádió, azt tudom, hogy mit jelent? Én ezen egy csomót gondolkozom, hogy 18-a évfél, vagy 19-a évfél, és már 20-án nem szólunk. Hát ez hogy van? Elméletileg 19 évfélig, nem? 18 évfél? Péntek az utolsó nap, Zsül mondja, ő a tuti ember. Tehát 19-én nem szól? Tehát 19-i hallgat hajnal. El, akkor nem 19. évfél, hanem 19. hajnal. 18. Tehát a pénteken. Évfél. Aha. Aha, jó. Mert mi azt terveztük még, hogy meghekeljük azt a szombat reggel, de akkor ne jöjjünk be. Itt ülnénk hárman. Rohadt nagy sistergés lesz. Igen, gyerekek, mi van? Nem szól? Miért nem ír senki? Mi jó, tehát hogy az 18. évfél. Péntek. Tehát az péntek. Mm-hmm. Aha. Csak hogy tervezek szombatra? Már hogy bulit? Mm. Nem, vagy 18-án jövünk még ide be, vagy 19-én jövünk be, vagy 18-án. Tehát nagyjából egy hónap. Igen, ma van 17. Ez egy hónap tulajdonképpen, és egy nap. Tulajdonképpen egy hónap. Egy hónapunk van. Na, azt nézem, hogy van-e még valami. Nincsen más semmi. Az autógumit pont nem viszi el a hulladék udvara, hogy a fagyálót sem mit csináljak vele. Nemzeti Hulladék Gazdálkodási Igazgatóság, OKT. Tedd be az igazgatóságra. Igen. A kávézó Marika mellé. Van egy központi szám, azt, hogyha felhívod, megmondják, hogy hol van a legközelebbi, a lakóhelyedhez legközelebbi olyan hulladék átvevő hely, ahol a gumiabroncsot is elfogadják tőled. De vannak egyébként néhol olyan gépjármű szervizek, autóból, nem is értem. Egy csomóan hazaviszik, képzeld. Tényleg? De hova kirakod az erkélyt, és ott tárolod? Igen, mit, hova a garázs sarkába, mert ugye most már egy csomó gumi szerelő azt csinálja, hogy betározza neked. Igen, ugye? Nagyon durva, fél évente 6000 forintért tárolják. Az tiédet, mert nagy gumi, de egyébként 3000-ért a teljes szettet. Elrakják neked, igen. És akkor inkább hazaviszed, és az erkélyen tárolod a gumit. Inkább bepakolod a hátsó ülésre, nem jellemző. Azébe, de még mindig van. Komolyan. De minden esetre meg lehet találni a megoldást, nem kell hozzá sok, kicsit googlizni kell, és ennyi. Na jó, mi történt hétvégén? Még én nem voltam tévé közelbe egyáltalán. Há, se internet közelbe, ja. Tehát hogy úgy nem nagyon voltam. Színházba voltam, de hát azt a benneteket nem fárasztanálak. Úgyhogy csak nyugodtan a kávégéppel. Boldog találkozom voltam tegnap. Mi? Boldog találkozó volt? Boldog találkozó volt a Népligetben, zseniális volt. Tehát egy odamész és találkozol egyszer egy ilyen Uszkve 100 kis röfögő, pukizó, morcos arcú kis buldoggal, franciával, amerikaival, angollal, és hát elképesztő cukik. Tehát, hogy olyan szintű cukisági mérgezést kaptam tegnap a Népligetben, hogy félállatás. Nagyon jól érezték magukat, nagyon jó volt. Azon kívül, tehát, hogy sok dolog nem történt. Az öntesítően találkozók? Igen. Kimenek is, akkor nekem is buldogom van, neked is? Igen. Aha. Igen. És akkor így bemész, és így kaptosod össze-vissza a fejed. Csak kimentünk gyönyörködni. Tehát, hogy nekünk sajnos most jelenleg nincsen kutyusunk, meg nem is volt boldogunk, de hát, hogy szeretjük a fajtát. Kimentünk, körbenéztünk, hát és csodálatosak voltak, elképesztően aranyosak. Tehát, hogy
Bulldog szépségverseny, mert ez maga a szépségverseny a bulldog esetében ugye egy ilyen értelmezhetetlen fogalom. Igen, mert hát igen, ő nem szép. Igen, hanem, de attól szép. Vagy attól szép, úgy szép, hogy nem. Úgy csinálja, mintha szép lenne. Akkor francia, angol, minden? Minden. Akinek bulldogja volt, az oda vitte. Félelmetesen aranyos. És ott kimegyek egy kótyuhásszal, akkor megmarna? Szétépne. Kimegyek egy dalmatával, akkor kiröhögnek hangos, azt mondják, tehát oda csak bulldogos kell. Mit keresél itt, dalmatás? Ott viszont vissza tud szólni, de ez nekünk legalább nem folyik a nyálunk, vagy nem tudom, valami. Az a kutya, az tényleg értelmezhetetlen. Tehát tudom, hogy most bulldogosok ezrei fognak felbrodott levelet írni, tehát azok is befelé forduló két első láb, ugye? Akkor a pofa, mielőtt megint becsapták az ajtót, és az állandó nyáladzás, meg hát a fingás, már bocsánat, hát de nem tudom jobban mondani. Vagyunk így egy pár óra, csak a bulldogok. Hát jó, csak te legalább kimész a fürdőszobába, érted, vagy nem tudom. Szóval az, hogy ezt hogy sikerült megszeretnetek, én nem értem. Elképesztelné. De egyébként mindenféle kutyát ki lehetett vinni, mert volt kint németjuhász is, volt kint rottweiler is, volt kint boxer is, tehát hogy egyébként, de túlnyomó többségben nyilván bulldogok voltak, hát csodálatos volt. Ő mire lett kitenyésztve? Ő mire használták régen? Mert ugye van a vadász, hát annak ilyen mészáros kutyák voltak. Én azt gondolom, úgy emlékszem, hogy a mészárosok használtak, nem így néztek ki, még annak idején hosszabb volt a lábuk, és hosszabb volt a nyakuk is, sajnos ez már egy, ami most látsz fajta standard, az már egyfajta túltenyésztésnek a következménye. Most már próbálják is vissza, hogy is mondjam, csak visszafordítani ezeket a fajta számára nem hasznos, meg nem jó ilyen genetikai adottságokat, próbálják meg, mit tudom én, az Old English bulldoggal, meg az amerikai bulldoggal keresztezni, hogy kicsit megnyúljon a kis pofia, megnyúljon a nyaka, hosszabbak legyenek a lábai, mert hát ugye ennek a fajtának nincs túl nagy jövője, hogyha ez gyakorlatilag egy genetikai zsákutca. Azért ott volt bulldog-bulldogtalan. Így van, bulldog-bulldogtalan. Nagyon jó. Bárint, köszönjük szépen, hogy elkövetjük. Tegnap még találkoztam a Petiékkel. Még este. Milyen Petiékkel? A Gesztiékkel. Te túl vagy rajta? Ha túl vagyok rajta. Nagyon jó. Mennyi idő volt? Egy óra. De hogy nem lehet egy normális időpontot... Készül egy kis meglepetés, hogy a hallgatók ezen mindent nem mondunk még el, amivel mi is benne vagyunk, és szórakoztató volt, jó pofa volt, és várnak az elkövetkező két napban nagyon szeretettel benneteket. Nem mondom, nekem is, mint a fogamat húzták volna, úgy mentem az vasárnap este, vagy 6 után. Tehát vagy vasárnapot tudnak mondani, én értem, hogy ők zenészek és ráérnek, vagy este 8-at. Zenészek és ráérnek. Igen, most holnap. Még nincs koncert. Igen, holnap vagyunk. Holnap. Már most holnap? Igen, mert mondták, hogyha keddig hát nem értek. Az kedd van, holnap oda, akkor vagyok. Azért mondom, hogy nálam a holnap az kedd. Nem tudom, te hogy számolsz. Meg vagyok. Igen. De az volt jó, hogy ilyen nagyon biztató volt, amit mondtak meg, hogy így picit sarokba is küldtek bennünket, mert azt mondták, hogy ha keddig nem érnek ide a srácok, akkor ez az egész nincs. Léci. Tettek egy kis terhet. Aha, picit. Úgyhogy én örültem neki. Igen, csak amikor valakit megkész valamire, akkor szokta ilyen alternatívákat adni. Mondjuk így is adtak egy vasárnapot és egy csütörtök estét. Hát most mindegy, megcsináljuk, akkor holnap oda megyünk. Oda megyünk este, gyorsan odaugrunk, persze. Jó volt. Lubickolni fogtok benne. Ja, és akkor ugye vasárnap még forgatunk hozzá még mást is. Milyen vasárnap? Én vasárnap nem csinálok semmit. Ja, te vasárnap? Nem. Mi mindannyian. Most vasárnap? Igen. De most vasárnap, amit forgatunk. Megbeszéltük, igen. Akkor Ferének lesz külön egy eső nap. Vagy miért kell vasárnap? Én értem, hogy ők nem akarnak a családjukkal lenni a Gesztiék. Máhogy, mert... De nem? Nem akarok még 100-as bedobni, úgyhogy majd... Jó, tök jó, megbeszéljük a hírek alatt. Jó, hát ezt kitaláljuk. Na, azt mondja, hogy... Fél hét van pontosan, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Jó, írjatok nekünk, hogy ha játszanátok velünk, mi pedig jövünk Ákos híre után. It's getting dark, too dark to see. Ne haragudjatok, gyerekek, ezt nem engedhetjük. Bocsánat, nem, hát én nem akarom, hogy a hallgatóink öngyilkosok legyenek. Szóval én értem, hogy Bob Dylan irodalmi Nobel-díjat kapott, és gratulálunk, de itt most megnőne az öngyilkosok. A kerületekre első öngyilkosok száma, ezt a dalt végigadjuk. Szóval, hogy ez lóvé. Hogyha valaki találkozik Bob Dylannel,
adját, a Morning Show, gratulál. Ezzel a rövid dal részlettel emlékeztünk meg. Csak most nem kompatibilis annyira a reggel. Így van, egy nagy taps Bob Dylan, egy gyerekek, de ezt nem. Még egy is szerintem, legyen még egy, na, hogy tényleg most a mindenki még egyet. Mindennek lakjon jól vele. Így is van, ilyen, szép volt. A legnagyobb baj. Amerikai zenei kultúráért. Csak így tovább. Ilyen. Ezt nem adhatjuk le, és szóval most, én értem, de azért így... Rakjunk be egy szóval... Indét. Igen, szóval azért muszáj, hogy a hallgatóban tartsuk a lelket, és ne elvegyünk. Muszáj, hogy adjunk nekik, és ne kérjünk. Nem, muszáj, hogy ne vessenek, és ne sírjanak. Szóval, hogy na mindegy. Hétfő reggel. Ez nagyon olyan volt ez a kis, hogy hívják. De hogy egyébként egy csomó jó Bob Dylan dal van. A kezdete. Tessék? Igen. Egy csomó jó Bob Dylan dal van. Vannak. Ami azért, hát... Na mindegy. Oké, azt mondja, hogy mi ez a rák, kérdezi valaki. Sátok, mi szóltok Mohamed X-faktoros produkciájához? Elég szomorú volt így látni, nagy tanulság, hogy mit tehet az emberrel a drog. Én nem láttam Mohamed, sőt azt sem tudtam, hogy ő fellépett, és nem is tudom, hogy került oda. Igen. Ő elindult az X-faktor válogatóján. Nem mondjátok komolyan. Újságban olvastam, hogy én is nem láttam magát az anyagot, igen, de mindenki ezt írta, hogy hát sajnos szánalmas volt nézni, hogy ment tönkre egy emberi élet. Igen, azt tudom, hogy ő nagyon keményen ráállt a cuccra, ugye a Happy Gang után, de most már azért ő ezen túl van, hál' Isten, nem? Vagy kijött ebből, vagy jobban van. És akkor most elindult az X-faktor válogatóján? Hát. Nem láttam, nem néztem. Nem néztem szombaton TV-t. Mert a buli, meg a pörgés már megint... A kultúra! Ja, színházban voltam, de ilyen vagyok. De a kávéban csak kértél egy rumot. Akkor gondoltunk rá, hogy iszunk valamit, igen. De rosszul emlékszem, hogy soha nem tudott énekelni? De hát mondom, valami reprodukcióval indult. Valami reprodukcióval indult, igen. Nem jól emlékszel, jól. Jól, ugye? Jól. Na jól van, oké, nézzük akkor meg, hogy ki a hét első játékosa. Jó, aki már itt is van. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Játékos kész. Na, hallgassuk. Jó reggel. Kész van, csáó. Hello, csáó, hogy hívnál? Szergely vagyok. Szergely! Volt egy ilyen gyerekszínész. Szervusz, Szergely! Szergely, most futottam össze vele. Tök tényleg? Megörültem neki. Nagyon szerettem. Igazából nem. Na, itt vagyok. Egyébként én meggyűlöltem, mint hogy is nem. Halló, jó reggel! Ciao. Halló. Szergely, honnan hívtál minket? Nyíregyházáról, de épp est elé tartunk kollégám a munkaügyben. Munkaügyben? Igen, igen. Uh-huh. Jövünk a fővárosba, mi a nagy pénzért, gondolom. Nem ilyen. És napi ingázás van mindig, tényleg? Vagy ez csak majd egyszerű alkalom? Ilyen tűzvédelmi cégnél dolgozok, de ugyebár, ahogy írtam, pszichológusként tanulok, de így. Uh-huh. Most ezt bele tartunk. És te örmény származású vagy? Igen, örmény. Kicsit lemondó voltál. Azt a mindenit. De mit, anyuka, apuka vagy nagyszülők? Tehát, hogy... A családszában körülbelül mindenki örmény, csak ide költöztünk 2000-ben. Jó van. És akkor teljesen el vagyunk jelenleg. Akkor itt tanultál meg magyarul? Igen, oroszról fordították a magyart, és így... De érdekes. Elég kemény volt. A családneved is ilyen Ánra végződik, mint sok örménynek? Jánra. Aha. Igen. És melyik a nehezebb, a magyar vagy az orosz? Én a magyar tartom nehezebbnek. Uh-huh. Hát én nyilván mindenki, akinek mind idegen nyelv. A sok meg az ilyen hosszú betűk, meg ilyen... A magyar nem egy könnyű nyelv, sőt, hát a magyar az egyik legnehezebb nyelv, ezt azért szokták mondani. Szergely, és hogy ide költöztetek, hogy miért? Nagybácsikám itt altatóorvosként dolgozik az egyik nagy kórházban, és ő ajánlott ezt az országot, hogy elég jók az megélhetőség lehetőségek, és a továbbtanulás is, és ezért gondoltuk akkor, miért ne belevágunk. Aha. Na jó van. És akkor te beszélsz oroszul, magyarul? Örmennyi, angolul. Azt a mindenségét neki. Azt a mindenségét neki. Hát azzal már lehet valamit. És kezdesz sütid a Marlenka. Lehet valamit kezdeni. Ennyi. Kivel játszanál, Szergely? Beled játszani, Balázs, van rá lehetőség. Van ennek valami oka? Vagy egyszerűen csak így rám bögtél? Vagy elszámolni valók van? Nem, semmilyen. Csak úgy? Nem. Igen. Jó, legyen így. Oké, jól van. Na, akkor kezdjük el, jó?
rendítem. Jani? 3, 2, 1, fire! Na. Mondj már nekem valamit örményül, olyan kíváncsi vagyok. Örményül még a tiltott szavakat is kimondhatod, mert úgyse fogjuk érteni. Bemutatkozok, az úgy jó. Na, mondj, mutatkozz be nekem örményül, hogy az hogy szól. Barev Imanunes Szergeja, jössz azt ne innadáleka nem, ennyi, megfelel? Jó volt, igen, én elhiszem. Jó volt, az, igen. Az örmény elvitte az örmény. Saját magadnak állított a csapdát. Szép volt, Szergej, de hülye vagyok. Úristen, hétfő van, és megállítom, hogy a kávém van. Jó, jó, csinálta, tök jó volt. De annyira belemerültem, hogy igazából ki is mondtam a tiltott szót. Nagyon régen győztek már le. Nagyon hosszú hetek óta nem szenvedtem vereséget. De egyébként azon is gondolkodom, hogy lehet, hogy kellett volna örményű beszélnem, és akkor nem adok rá lehetőséget nekem megszólalni. Igen, azt pont akartam tanácsolni, hogy egyébként végig örményű beszélsz, mert úgyse fogjuk érteni. Jól van, oké, na hát akkor megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Nagyon szépen köszönöm akkor. Hát mi köszönjük. Mi köszönjük. Örültem tényleg. Köszi, ciao. Sziasztok, sziasztok. Hello. Na. Gyerekek, hát bocsánat. Nem baj, az meg. Hát most hétfő még. Van 4 napunk, majd visszahozzuk. Még adjatok egy revansot, még a héten hagyjátok egyet. Ezt ki kell javítanom. És most a játékos tiszteletre természetesen lenyújunk egy System of a Down számot, ugye örmény csapatról van szó, vagy egy hadsatúrián. Na, jövünk vissza, és gyerekes témánk lesz. Ugye pénteken a kérdezfelelek rovatban megkérdezték tőlünk az olimpiát, és mi beszélgettünk arról, hogy olimpia pártiak vagyunk-e, vagy nem. Mindenki érveket, ellenérveket sorakoztatott fel, és aztán a Szántó Dávid írt neked egy SMS-t, hogy ő milyen szívesen vitatkozna velünk, hogy már pedig milyen jó lenne olimpiát rendezni. És arra gondoltuk, hogy felhívjuk, hogy mondja elő is az érveit, meg elmondjuk. Szóval fogjuk a Dávidot. Mi is az érveket, és igazából beszélgessünk arról, hogy jó-e az olimpia, vagy nem jó. Ez úgyis közbeszéd tárgya igazából. Hát nem sokára sorsdöntő eredményhirdetés van. Majd ugye 2017-ben hirdetik ki, hogy ki rendezheti a 2024-es olimpiát. Mi is ott vagyunk, ugye Róma visszalépett. Ugye? Ők mondták, hogy ők köszönik, nem? Róma is visszalépett. Mert ugye az Hannover volt talán még előtte, akik szintén visszaléptek, de hogy a franciák pályázat az nagyon-nagyon tetszett mindenki. Igen. Hála igen. És arról beszélgetünk, hogy jó vagy nem, én ellenérveket sorakoztattam fel, és aztán Dávid mondta, hogy ő szívesen szállna velünk vitába. Úgyhogy meghallgatjuk az ő érveit. Éreztük neki, hogy pakolj fel, tesó. Pakolj fel, tesó. Úgyhogy erről beszélgetünk majd a hírek után. Hívjuk Szántó Dávidot rögtön a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt már nagyon régen, 7 óra 8 perccel. Tehát itt vagyunk 7 óra után 8 perccel. Mi újság van? Ja, már így. Álló! Így akartunk mondani, de... Amikor meg kéne, akkor nem szólal. Amikor nem kéne, akkor nem szólal. Ugye, amikor meg kéne, akkor beszélnek. Beszélnetek kéne, nem nyomom be a mikrofon. Mikor nem kéne, hogy adásra lehetek, akkor meg benyomva hagyom. Hát, ez ilyen. Nem? Na, itt vagyunk. Egy jó kis Puskás Peti után. Jó az oda. Meg most már írni kéne még egyet. Én egy csomó koncertet láttam tőlük, így véletlenül belefutottam a Szigeten, szóval nem voltam Bieber-s rajongó, és olyan jó kis csapat, az egész zenekar, ilyen nagyon-nagyon pörgősen nyomják a bulikat. Tényleg jó. Jó koncertet adnak egyébként, igen. Na, azt mondja, hogy már 5 kilométeres a dugó, baleset van az M3-oson a 37-es kilométer körnél Budapest felé, 42-es kilométerig áll a sor. Azt mondja, jó, ez a Justin Timberlake szám, köszi. Zsolti vagyok. Igen, jó, már jönnek az olimpiás hozzászólások. Kerepesi út Hungária felé teljesen bedugult, ősnél áll a sor. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, Igalomban egy trafi, és nagy bunkóság volt lekeverni Dylan. Gyerekek, vállalom. Tehát az a helyzet, hogy vállalom. Igazából 2 embernek fáj a szíve érte, őket majd valahogy kárpótoljuk.
Másik 600 ezer viszont visszaalszik. Gyerek, tehát lassú dal. Knockin' on Heaven's Door, Bob Dylan, tehát szeretjük, de nem, tehát ezt le kellett keverni. Aki ezért haragszik, az mind irányomba tegye, én ezt elviszem, ezt a balhét. Azt mondja, hogy Kuki, mi az Istenért nem tud így megtanulni magyarul? Kérdezi valaki. Ja, értem, hogy a játékossal írtátok. Ja? Uh-huh. Mert ő francia, az egy tök más, mint az üzbég. Az, igen. Tehát, hogy az gyerekek végig, és akkor meg főleg. Tehát az örmény. Igen, egy olyan hülye demagó gondolkodás, igen. Hogy miért kéne megtanulni így magyarul? Hát hallgassatok így egy franciát, aki ilyen klasszul, ilyen francia akcentussal érdekesen beszél magyarul, annyira unalmas lenne, ha mindenki idejönne, és mindenki tökéletesen beszélne magyarul. Egy szürke, unalmas világban élnénk. Itt van Kuki, aki meg tök szórakoztató egy beszél, jó hallgatni, igen. Jó kedved lesz tőle, és olyan lendülete van az ő rádió műsorának, hogy... Nem, illetve de akkor is, érted? Tök jó arc. Pörög, mint az állat. Játékosunk meg tök jó beszélt magyarul, hát én nem nagyon értem most ezt. Igen, ráadásul ugye a játékosunk 4 évesen került Magyarországra. Tehát akkor még szinte anyanyelvi szinten tanulsz meg hangsúlyokat, kiejtést, a Kuki azért jóval később, ez is alapvető különbség. Én szeretnék egyébként 3 nyelven nem beszélni jól. Így van, én még egyesre beszélek igazán jó. Szóval teljesen más a dolog. Ez szerintem egyébként meg ettől színes a világ, és azért ez itt teljesen nem van. Na, szóval, hogy olimpiázunk akkor? Igen, de mielőtt belevágnánk, csak egy rövid híre, az M3-as metró tegnap megint kigyulladt és füstölt. Így nesze neked olimpia. Na. Ez aljas volt? Nem volt aljas. Nem, figyelj, én azt gondolom, hogy... Az ilyen vitákra szükség van, és tök jó lenne, ha ezek a viták úgy születnének, hogy azokon a fórumokon tudná mindenki elmondani a véleményét, ami számít, mert oké, hogy mi most egy rádióműsorban vitatkozunk erről, vagy beszélgetünk, és szerintem kell is, és nyilván ez megosztja a közvéleményt, és tematizálja a közvéleményt, és mindenki gondol, amit az olimpiáról, de hát ennek sokkal magasabb szinteken kellene zajlania, hogy van-e értelme, vagy nincs, például úgy, hogy az emberek bele tudnak abba szólni, hogy akarnak-e olimpiát, vagy nem akarnak olimpiát. Nem? Ugye ezt mi pénteken indítottuk ezt a témát, igen. És aztán Szántó Dávid, ami drága kedvenc sportriporterünk, akit mi nagyon-nagyon kedvelünk és nagyon szeretünk, ráírta Janira, hogy ő... De jót szeretne, vagy de jót tudna vitatkozni velem erről a témáról. Hogy de jót tudna vitatkozni, neki, igen. Hát miért nem velünk, Dávid? És akkor így nem jött akkor rá válasz, várt. És akkor gondoltam, hogy biztos dolga van, rácsörögtem, és akkor mondta, hogy... 3-1, ez jó lesz. Igen. Na, azt nem mondtam, hogy nem kell tartania attól, nem. Hogy most 3-an vagyunk igazából. Hát meg ez nem torokra megyünk, csak így beszélgessünk, van. És ő mondja el az érveket, mi meg megpróbáljuk meggyőzni, vagy illetve beszélgetni arról, hogy szerintünk miért nem jó. De ez abszolút nem politika, és senki ne gondolja politizálásra, mert azt gondoljuk, hogy egy olimpia az közügy, az mindenkit érint, pártpolitikától teljesen függetlenül, téged is, ha MSZP-s vagy, téged is, ha nem mész el szavazni, téged is, ha fideszes vagy, téged is, ha nem tudom, DK-s vagy teljesen mindegy, most jaj, ki ne hagyjak valakit, vagy jobbikot, vagy ha egyáltalán nem politizálsz, ez minden egyes adófizető állampolgárnak a zsebére megy, az unokái gyerekei jövőjét befolyásolhatja, baromi nagy költsége van ennek, szóval, hogy ez nem pártpolitikai kérdés, teljesen függetlenül lehet erről pénzügyi. Vitatkozni, úgy, ez egy abszolút pénzügyi kérdés, és lehet erről úgy vitatkozni, hogy az ember nem politizál. Ráadásul úgy, hogy mind a négyen gyakorlatilag rajongunk a sportért, rajongunk a magyar sportolókért, imádjuk őket, szurkolunk nekik, tehát hogy ilyen oldalról sem lehet megtalálni minket. Szeretjük a sportot. Szeretjük a sportot, persze, csak azért nagyon sok ország lép vissza olimpiától, nagyon sok ország nem akar rendezni olimpiát, hát azért ők sem véletlenül döntenek úgy nálunk. Hamburg, szoktam nem mondani. Hannover. Így van, szerencsésebb történelmi fejlődési országok is döntenek és döntöttek úgy, hogy köszönjük szépen, nekik ez túlságosan nagy összeg lenne, és nem rendeznek olimpiát, egyébként érthető okokból. Az olimpiával és az olimpiai eszmével nekem sincs bajom, és azt gondolom, hogy baromi jó, ha gazdaságilag nézünk számokat, akkor nehéz azért megindokolni. Ha csak a múltat nézzük, amik ugye kész tények, hogy egy-két ország és egy-két város kivételével egyébként kik azok, akik pluszban jöttek ki. Nem sokan vannak így. Na, felhívjuk Szántó Dávidot, és akkor rögtön beszélgetünk vele. Mit csinál most a Dávid egyébként? Gyerekezik szerintem. Uh-huh. Készíti igen. A kicsiket a loviba. Valamit pépesít, valaki tisztába tesz. Nem a nagyobbak. Hát, amíg ernek pépeset. Mekkora? Én is ez igaz. Mekkora gyerekei van? Reszelt alma. Mindjárt megmondja ő. Egyébként 3-1 én is nem tudom, egy viszonylag ritkán olvasok Western. Na mindjárt megkérdezzük, itt van Szántó Dávid, jó reggelt, hello! Hello, sziasztok! Szia! Dávid, hello, jó reggelt! Gyerekek még alszanak. Na. De jó neked, ilyenkor? Komolyan. Hát, ja, igen, szerencsék vagyok. Hánykor teszitek le őket? A normál időben.
Az mit jelent? De várjál, egyetem mekkorák? Én nem vagyok otthon a család életelő. Mekkorák a gyerekek? Hál' Istennek nem vagy otthon. 8-5-4. 8-5-4. És egy 8 éves alszik? Neki nem kéne iskolába menni? De úgyhogy azt sem most már aztán ébreszteni fogom. De én is ilyen voltam, hogy utolsó pillanatban kellett. Nem laktok messze akkor a sulitól. Igen. Könnyű bejutni. Ez tök menő, hogy 48-kor még alszik a 48-kor még alszik a gyerek. És akkor egy jobb egy suli ott egy környéken, vagy így szétdobáljátok őket masszív szervezéssel. Persze. Figyelj, és a három gyerek jobb, mint a kettő? Azt mondja, nem kocélkodom a gondolattal, nincs bennem semmilyen, csak gondoltam, hogy kicsit barátkozom, illetve megkérdezem, hogy úgy kettőnél az ember hogy nem áll meg, miért a harmadik? Ne, ikrek. Sokkal jobb a három. De hogy mivel? Hogy már az első... Ja, hallottam, azt mondod, hogy neked így kerek a kettővel, szerintem meg a hárommal sokkal kerekebb. Na, de ezt azért akarom tudni, hogy tulajdonképpen még mivel? Tehát, hogy még mit adhat a harmadik, amit kettő na, nem de tud. Erre mit mondasz, hogy megálltunk volna kettőnél, de most már mit csináljuk nem tudom, fel, hogy a harmadik vigyáz az elsőre, hogy a hárman már jobban el vannak, mint ketten. Hát nem biztos van oka annak, nem tudom. Ez mindig az egyébként. Meg így mindenkinek van a maga szerepe a családban. Tehát van legkisebb is, van középső is, legnagyobb is. Tehát nagyon jól megvannak együtt, és az biztos, hogy én is nagy családban nőttem fel, mi mondjuk négyen voltunk tesók, de három azért meg fogunk állni, tehát jó a sok gyerek, de csak egy bizonyos szintig. A három azt szerintem tökéletes. És így egyébként, hogy átkössek, ugye pont öten vagyunk, mint az öt karika. Hát ezért kapsz egy tapsot. Ez aztán, ez nagyon sportriporteres volt. Igen. Na, te abszolút az olimpia mellett vagy egyébként? Vagy olimpia párti vagy? Én abszolút olimpia párti vagyok. Tehát szerencsém volt nagyon-nagyon nagy. Én voltam kint olimpián. Életre szóló élmény volt mindegyik. Egy fantasztikus dolog ott lenni, átélni. És szerintem, hogyha már itt van a lehetőség, ezt mindenki megérdemelni ebben az országban, hogy átérhesse testvezelben. Hát ezt picit kevésnek érzem azért az olimpia rendezéshez. Képzeld el, én is kim voltam Athénban, ott voltam a kézilabdás fiúk győzelmeinél, ott voltam a vízipóló válogatottnál, és imádtam, és üvöltöttem, és piros-fehér-zöldre festettem még a mellkasomat is, de ettől függetlenül azért, hogy egy ország ezt átélje, amit nekem volt szerencsém átélni, belevágni egy ilyen gazdasági kalandba, és nem véletlenül alkalmazom. Fantasztikus élményekkel, és a létesítményekkel ott maradtak. És ott rohadt minden. Igen. Jó, de most tehát ne a görögökből induljunk már ki, akik elég sok mindent elcsesztek az olimpia alatt, meg előtte, meg utána is. Tehát azért nem vagyunk annyira hülyék, legalábbis merem remélni, mint a görögök. Kicsit most tápoltuk a görög-magyar kapcsolatot, tehát elég erőteljesen. A görög nagykövetsége most nyertek egyet. Hülye görög. Tehát minek nekünk egy, mit tudom én, 5000-es softball stadion. Tehát ezt micsoda, a minek görögök, nekünk micsoda? Softball stadion, meg strandröplabda stadion, amiket lehetett látni, hogy néznek ki most a létesítmények 10 évvel az olimpia után. De bocsánat, ez nem elvárás, hogy mekkora stadion? Nem. Aha. És ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rájött, hogy hát kicsit rossz irányba mennek a dolgok, és kitalálta az új elnök, a Thomas Bach, hogy akkor próbáljunk kisebb olimpiákat rendezni, és van ez az Agenda 2020 nevű program, amelynek az a lényege éppen, hogy hát kb. Budapestre van szabva, hogy ne csak ezek a Tokió, meg London, Peking méretű óriási városok tudjanak megrendezni olimpiát, elmondhatatlan és elképzelhetetlenül sok pénzből, hanem esetleg kisebb helyszínek is. Éppen ezért eltörölték a felső, vagyis az alsó korlátot, hogy nem kell mondjuk egy 70 ezeres hoci stadion, meg egy 15 ezeres kosárlabda stadion, akkor hát építesz, amekkora neked jól esik. Sőt, ugye Budapest esetében mi alig építenénk újat. Vannak ezek az ideiglenes létesítmények, amiket felhúzol, megvan az olimpia, aztán lebontasz. Aha, de most jó, hogy mondod ezt. Létesítményt kellene összesen csinálni az olimpiára. Kettő darab új létesítményt kellene csinálni az olimpiára, ez hogy érted? Tehát kettő darab stadion kellene? Nem is stadion, hanem ha egy vívócsarnok lenne, meg egy teniszpálya, amit újonnan építenénk meg, és meg is maradna, tehát mondjuk egy jó kis budapesti teniszpálya. Balázs, meggyőztünk? Látom a csillogást a szemében. Egy darab teniszpályát kéne, miért hol bonyolítanánk például a teniszt? Tehát hol van az a pályán? Azon az új pályán. Atlétika hol menne?
szerintem az a vadonatúj Puskás stadionban, ami amúgy is megépül, mert hogy ugye foci EB meccseket is fogunk majd rendezni 2020-as EB-n. Strand röplabdát, a strand röplabdát én levihetném például a Velencei plázsra. Van jó homok. Vagy a lupá. Vagy hát, ha akarnád levihetni, mondjuk a terveket nem megbántva a velenceieket, talán egy kicsit-kicsit impozánsabbak, mert Strandröpi az, az a Városligeti műjégpálya helyén lenne. Tanultál a görögök lehülyézéséből, mi? Nem megbántva. Nagyon vigy, ki ne húzd a gyufát. És akkor ott a tavat felszórják, vagy a tó helyét felszórják homokkal, és ott lennének a mérkőzések? Az mondjuk impozáns hely, tehát igen, jól néz ki. Oda tennének egy ideiglenes lelátót, nagyon halkan mondom, hogy mi jövőre úszó VB-t rendezünk, és ott lesz pont a Városligeti műjégpályán egy ideiglenes medence, ahol a szinkronúszást fogjuk majd rendezni, és ez egyébként az én ötletem volt, zárójel bezárva. Jó, megveregetted a válladat, Dávid. Nagyon-nagyon látványos, az egész világ ezt fogja nézni, és beleszerethet a látványba meg Budapestben. Hogy kérdezek egy-két dolgot, ha van ez az agenda, ugye, vagy agenda 2020 program, ami egy áramvonalasított kisebb országoknak megfelelő olimpiát akar rendezni, mint például Magyarország, ami ugye kivitelezhető olimpiák megrendezését szorgalmazza. Ugye? Te mondtad? Igen. Hogy van az egyébként, hogyha ez egy kisebb, olcsóbb olimpia, akkor Krakó, Oszló, Stockholm, München, Szent Moritz mindannyian inkább visszaléptek. Vagy például Boston és Hamburg, ahol a vezetők úgy döntöttek, hogy ők ezen program hatására sem akarnak egyébként olimpiát rendezni. Hát ezt nem egy kéne kérdezni Krakó, München, Boston. Voltak, amikor hittük őket. Semmi olyat nem tartalmaz ez az agenda program, amit egyébként ezelőtt nem mondtak volna. Fenntarthatóság, újrahasznosítás, hatékonyság, rugalmasság, ezt a NOB egyébként hosszú évtizedek óta mondja. A vége azonban mindig ugyanaz. És lám van is egy olyan város, amelyik ezt tűzi az ásztanyára, és azt mondja, hogy gyerekek, hogyha ezt tényleg komolyan gondoljátok, hogy egy kisebb városnak is oda meritek adni az olimpiát, azért, mert olyan mondjuk versenyrendezési tapasztalatai vannak, meg olyan hagyományai a sportban, akkor tessék, mi meg tudjuk csinálni fenntartható módon. Tudod, mennyi lett a riói olimpiai vesztesége? Ezt te most biztos, hogy nem tudod megmondani, majd esetleg 10 év múlva. Jelen pillanatban, ami kimutatható, 10 milliárd dollár lett az olimpiai veszteség. A mérleg egyik serpenyőjében a 15 milliárd dollár van, amit egyébként kiadtak a riói olimpiára, a bevétel oldalon pedig 3,5-4 milliárd dollár a jegyeladásokból, szponzorációkból, az olimpiához közvetlenül kapcsolódó kereskedelmi forgalomból és a televíziós közvetítési jogokból. Jelen pillanatban ott tart Brazília, hogy 10 milliárd dolláros veszteséget termelt, most még. Igen, és még jönnek egyéb számítások. És hányan szeretnének elmenni, amikor látták, hogy micsoda hangulata van a városnak. Tehát, hogy Tudod, mennyivel csökkent London bevétele turisztikailag, amikor olimpiát rendeztek? De nem az olimpia alatt kell gondolkozni, hanem hosszú távon. Tehát, hogyha megkapjuk az olimpiát, 7 éven keresztül mindenki azt fogja mondani, hogy Budapest. Hogyha megcsinálják az olimpiát, olyan helyszíneken és olyan látványos versenyeket tudunk rendezni, mint amilyeneket elképzeltek és megálmodtak a szervezők, akkor utána is, az olimpia után is nagyon sokan azt fogják mondani, hogy hoppá, Budapest, ez jól néz ki. Meg egyébként is fölkerülünk úgy Isten igazából a térképre. Bizonyítható módon egyébként, amikor olimpiát rendeznek, akkor a turisták x% egyébként hanyagolja azt az országot, és nem jön oda. 10%-a meg nem. Jó, így azért nehéz vitatkozni, hogy én számokat mondok, de viszont nem mondasz számokat. De akkor nézzünk még egy-két konkrétumot. Na, például, hogy konkrétan mondtad, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik Magyarország abban, hogy különböző sportrendezvényeket szervezzen. Most mi volt a magyar történelem során olyan kaliberű rendezvény vagy rendezvénysorozat, ami mondjuk egy lapon emlegethető egy olimpiával, az 1896-os millenniumi ünnepségek? Vagy mire gondoltál? Mert hogy semmi ilyen kaliberűt nem rendeztünk. Nyilván semmi nem emlegethető egy lapon, ugyanakkor rendszeresen rendezünk különböző világversenyeket. EB-ket, világkupákat. Hát megsünk van, mert olimpiát még nem tudtunk rendezni, de szerintem már sokszor bizonyítottuk, hogyha szervezésről van szó, ezeken a VB-ken, EB-ken, világkupákon, folyamatosan mindenki utánkat benne rólunk, hogy na hát itt aztán tényleg minden rendben volt. Ott van például az úszó VB.
ugye, az előbb mondtad, hogy neked is voltak ötleteid a dologgal kapcsolatban, de most akkor mondjál te ott számot. Honnan, mekkora összegről indult, és hol tart most? És ez csak egy úszó EB, az még nem egy olimpia. Úszó EB. Figyelj, ez megint olyan dolog, hogy ketté kell bontani a költségeket. Vannak ugye az olimpiához közvetlenül, vagy mondjuk az úszó VB-hez közvetlenül kapcsolódó költségek, de most például azt hova számolod, hogy föl kell húzni egy vadonatúj úszodát. Igen, az sokba kerül. De... az adófizetőkhöz számolom. Oké, tehát akkor ez sokba kerül, de kiélvezi azt, és nem csak abban a két hétben, amíg versenyek vannak az úszodában, hanem utána mondjuk egy olyan 50 éven keresztül. Hát milyen úszoda helyzet volt eddig Budapesten, hogy lehetett úszni a lepusztult Komjádiban, vagy be lehetett menni a hajósba és beállni a sok ebben tökéletesen igazad van, de például akkor az úszó VB-ről ugye a hír, ami azt hiszem egy hete vagy két hete látott napvilágot, hogy nincs hol aludniuk az ide látogató embereknek, mert sikerült összeboronálni a Forma 1-jel. Tehát most képzeld el, hogy a közlekedés, az egyéb infrastruktúra, amit ki kéne ehhez alakítani, azzal mi lesz? Hát az pénzbe kerül nagyon sokba, és tudom, igazad van, amikor azt mondod, ugyanúgy, mint az úszodánál, hogy nincs úszoda Budapesten, most már lesz, hogy a hármas metrót és majd fölítjük, és akkor az jó lesz. Miből? Hát hála jó égnek. Hát pontosan erről van szó, hogy akkor nem lehet elsumákolni a dolgot. Tehát akkor... Oké, de én értelek, de miből? Tehát, hogy az anyagi fedezet az erre megvan, tehát állnak a milliárdok, amiből utat fogunk építeni, szállodát fogunk építeni, megcsináljuk a... megvan rá minden. Mennyi az olimpia bekerülési költsége? Te olvastad ezt egyébként, Dávid, nézted? Hogy mennyibe kerülne nekünk olimpiát rendezni? Körülbelül, mert szerintem ezt a számot kell kimondani, és akkor mindenki érzi, hogy erre most jelen pillanatban szüksége van az országnak, vagy nem. De szerintem meg tök rosszul lesz hozzá. Miért? Mert mondok egy számot, mondasz egy számot, amitől mindenki megijed, és akkor azt mondja, hogy na hát szó sincs róla, mert abból hány lélegeztetőgép. Ugyanakkor meg nem veszik figyelembe, hogy akkor ténylegesen milyen előnyökkel fog ez járni, tehát, hogy megépül a hármas metró, meg a gyorsforgalmi, meg minden kénytelenek megcsinálni, és egy csomó olyan dolog fog történni, ami amúgy nem biztos, hogy megtörténne, mert nem biztos, hogy ezt az összeget félretennék amúgy lélegeztetőgépekre, de ha olimpia van, akkor arra kénytelenek félretenni. Tök jó, hogy most mondod a hármas metró, de most kurtították meg ugye a költségvetést, nem lesznek csak kifestve a különböző állomások, mert hogy arra már nem lesz pénz, hogy azokat is renoválja. Na ez az, viszont ha olimpia lesz, akkor lesz pénz. Mondok valamit, hogyha megkapjuk az olimpiát, megszületik a döntés, akkor másnap a Nemzetközi Olimpiai Bizottság átutal 450 milliárd forintot. Csak úgy a rendezőnek. Tehát ez egy. A másik pedig, hogy ha jól emlékszem, akkor nagyjából mindenkinek egy üveg, vagy egy pohár sört kellene fizetnie havonta. Ennyiből áll össze az olimpia. Na jó, azért ne túlozunk, de nagyjából az olimpia költsége, amit becsülnek, az körülbelül értem az egy pohár sör, persze, az körülbelül 500 és 1000 milliárd forint közé tartható. Körülbelül. Az olimpiák 80-90%-ában egyébként 40-50%-os aztán a túlköltekezés, tehát mindig indul egy büdzséből, és aztán mindig rájönnek, ahogy rájöttek egyébként nálunk. Mert hogy nem az Agenda 2020 alapján készültek. Az Agenda 2020 szakértők szerint egyébként semmit nem jelent, hanem ugyanazokat hangoztatja, amit eddig is, az láthatóság, ami nincs, a szerényebb kivitel, ami eddig senkinek nem sikerült, ezért léptek vissza ugye nagyon sokan. Na ezért nem fogunk mi 50 ezres röplabda csarnokot építeni. Uh-huh. Igen. A 2012-es londoni nyári játékok teljes költsége 9 milliárd font volt, nem ennyiként indultak egyébként, 5 vagy 6 milliárd fontot akartak rákölteni, nem tudtak szerényebbet megállni, és nem tudtak leállni, 9 milliárd font, 3600 milliárd forintba került egyébként, ennek harmadát tudták állami pénzből állni. Szóval olyan összegek repkednek, hogy persze nyilván van ennek infrastruktúrális jelentősége, hogy az ember ettől nyilván megijed. Én mindig azt mondom, ha egy ilyen horderejű döntés van, mint olimpia, akkor ezek a típusú párbeszédek lennének fontosak, amit mi is folytatunk egyébként. Hogy ebbe úgy mindenki beleszólhasson. És erről mindenki beszélhessen. Igen, nagyon sokan nem tudnak elképzelni semmit az olimpiával kapcsolatban, hanem csak látják a sok nullát például.
Azt hiszem 770 milliárd egyébként az előbb kérdezted. Hát, ez a tervezett költség. És nem akarok megint, vagy nem akarunk megint példálozni, hogy az úszó VB-vel, ahol több mint két és félszeresénél tartanak már a költsége az eredetileg megszabott 40 milliárdhoz képest. Tehát, hogyha egy úszó VB-nél ez a helyzet, mi lesz az olimpiánál? Hogy mit vettem hozzá? Tehát ebben a 770-ben minden az olimpiához kapcsolódó fejlesztés benne van. Mi van, ha nem 770, ezer hanem mondjuk 1000 vagy 1200? Tudod, ebben ez a kérdés, és ez az érdekes. Ez egyikünk sem gazdasági szakember azért. Persze. Ugye például a tévés jogdíjakat mondják, hogy azok is milliárdos tételek. A te tudod, hogy azok hogy oszlanak meg egyébként? Milyen érdekes az is, hogy mit csinál a NOB? Amit én nem tudtam, baromi érdekes, hogy 25%-ot tarthat meg egyébként a rendezőváros, 75% a NOB kasszájába vándorol. Igen. A NOB-nak is élnie kell valami dolognak. Igen. Szűkösen szerényen. Igen, én egyébként őket nagyon nem kedvelem. Tehát, hogy érdekes, amit csinálnak, ugye, hogy számomra teljesen fura módon meglehetősen erősen állítják szembe egymással úgy a városokat, hogy aztán mindenki baromira költsön és költhessen, amiből aztán igazából tulajdonképpen egy nagyon szűk elit rétegen kívül az adott országban és a NOB-on kívül, ami egy lehet mondani egy törvényeken felülálló külső ellenőrzés nélkül működtetett társaság, azért ezt ne felejtsük el, senki nem jár igazából jól. Várj, de NOB-ról most csak szépeket mondjuk, mert végül is ők döntenek majd 17 szeptemberében. Akkor te mondj szépeket, tudod. Igen, szeretem nagyon Bachur zenét. Ja. És például a vidékhez mit szólsz? Itt most már ugye nagyon sokan írnak SMS-t a vidéki hallgatók közül, nagyon örülnek neki, hogy Budapest megint jobban fog állni, de hogy Szabolcsban ezt ki a tökömet érdekli, elnézést, de idéztem az SMS-t. A vidék ebből érez valamit? A vidék az olyannyira érez, hogy most először Agenda 2020, ugye, a NOB az lehetővé tette, hogy ne fókuszálódjon egyetlen helyszíne az olimpia, úgyhogy nálunk a Győröt, Balatonfüreden, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben, szóval rengeteg vidéki városban is lenne verseny, és az a terv, hogy az ország 90%-ának, üdvözlet a szabolcsiaknak, mindenképpen 90 percen belül elérhető legyen az olimpia. Azért mikor volt ilyen lehetőség bárkinek az életében, hogy beül az autóba, nem. Ott van egy olimpián. Nem az a lényeg, hogy ők hogy vannak, meg mennyi idő alatt vannak itt, hanem a turisták majd mennyi idő alatt lesznek ott náluk, vagy mi alapján mennek el hozzájuk. Mi az, ami felhúzza ezt a térséget az olimpia kapcsán? Tehát majd akkor lemennek az emberek. Nincsenek turisták. Rakaca Szendre meg Bakta Kékre, mert hogy olimpiát rendezett Magyarország. Hát plusz ugye az a látványterv, hogy 10 kilométeren belül van minden helyszín, nem? Na de nem minden helyszín, Budapesten igen. Ja, Budapesten. Hát a központi helyszínek, illetve Budapesten azok a sportánk, amik itt lennének, azok valóban egy nagyon szűk körön belül lennének, de a vidéki városokban is rengeteg helyszín lenne. Mondom én, hogy Velencén lesz a strandröplabda. Ugye itt igazából ezért is érdekes ez adat, ugye ezt a spanyolok is és az angolok is elkövették, hogy baromi sok turistát vártak, ugye amiről beszéltünk, mert ugye a jegybevételeket, és hát azt gondoltak, hogy az idegen forgalom fellendül, ez volt egyébként a pályázatuk egyik alapköve vagy mérföldköve. És kimutatták, hogy Barcelonában és Londonban az olimpia 17 nap alatt 15%-kal esett vissza a turizmus. De ez ilyen kor időszakban klasszikus turisták egyébként elkerülték a várost. Igen, teljesen más emberek mentek akkor Barcelonába, viszont 92 után Barcelona visszakerült a térképre. Tehát messze nem volt olyan szinten Barcelona, mint az olimpia előtt. Megcsináltak egy egyáltalán nem óriási léptékű olimpiát, amit az emberek sikeresnek ítéltek, és újra elkezdtek Barcelonába beleszeretni. És ma már Barcelona ott tart, ahol. Én nem mondom, hogy Budapest is itt fog tartani, de az esély az abszolút megvan rá. Gyorsan fölhúztam. Ezért mondom, hogy a Rioni Gaudit nem most elemezt, hanem majd 10 év múlva. Hát nézd, nekem a 10 milliárd dolláros veszteség azért abból nehéz lesz már pluszba kijönni, persze 10 év múlva ki lehet, persze. Csak a jelen pillanatban fél évvel az olimpia után már 10 milliárd dolláros veszteségük van, akkor azért az úgy egy picit nehéz. Tehát a számokkal azért nyilván baromi nehéz vitatkozni. Ugye nagyon sok olyan cikk születik, ami az elmúlt 30 év nagyvárosait, olimpiát rendezett nagyvárosainak gazdaságát veszti össze ugye az olimpia után, és hát azért két-három város kivételével tulajdonképpen senki nem tudta jövedelmezővé tenni az olimpiát. Hát kiszámoljuk, hogy 30 év alatt hány olimpia volt. Azért,
Tehát hogy miért nem lehetünk mi is a két-három olyan városban, amelyik jövedelmezővé teszi az olimpiát, mert csak azért is, mert a költségek, köszönhetően az Agenda 2020-nak ténylegesen kisebbek. De ez az, amit nem igazán tudnak megérteni az olimpia ellenzői, hogy most ami teljesen más következik, vagy legalábbis mi ebben bízunk, mi ezzel pályázunk. Próbáljanak már akkor a NOB-nál betartani azt, amit ígértek, vagy amit elképzeltek, hogy sokkal emberszabású olimpiákat rendezni. Aztán lehet, hogy ezt az egészet elfelejtik, és amikor arról van szó, hogy nyomni kell a gombot, akkor majd azt mondják, hogy hát azért Los Angelesben mégiscsak szívesebben mennék, vagy Párizs szimpatikusabb és vastagabb a borítékja, nem tudom, de jól hangzik, hogy van ez az Agenda 2020, amit kb. Tényleg mintha Budapestre írtak volna meg erre a pályázatra. Igen, hát a NOB-ot ismerve azért nyilván a saját maga gazdasági érdeki alapján fog dönteni igazából, és annak a városnak fogja ítélni, ahol ők a legtöbbet tudják ezen keresni, mert hogy azért nyilván ők is ezért csinálják, azért ezt mindenki tudja. Ezt a vastag borítékon meg kikérem magamnak azoknak a nevében, akik még nem kaptak borítékot, de várják. De ezt te meg se halld, ezt csak én mondhatom ki, te ezt nem mondhatod. Nem mondhatod ki. És akkor még ugye nem beszéltünk az építőipari lobbiról és a korrupcióról, ami azért szintén bizonyított tény és számokkal mutatja, hogy hány várost érintett ez érzékenyen, és kik jártak ezzel tulajdonképpen nagyon jól. Oké, én örülök az ilyen beszélgetéseknek, mert szerintem ezek kellenek, és tök jó, hogy te elmondtad az érveidet, Dávid, és hogy az olimpia mellett vagy ennyire. Nyilván mi számokkal próbáltuk bizonyítani az ellenkezőjét, de itt nincs jó vagy rossz, itt párbeszéd van szerintem. Fontos lenne, hogy ezt mindenki elmondhassa. Amit én képviselek, de valahol ez lenne a szándék, hogy legalább egy minimálisan gondolkozzunk el erről a dologról, és beszélgessünk, és ne zsigergőd mondjunk igent vagy nemet. Nyilván a számok makacs dolgok, én megint csak erre az egy sörre tudok visszautalni. Tehát hát havonta egy sör mindenkit. Jó, ez egy picit egy másik végén. Én meg azt mondom, hogy 1500-2000 milliárd azért az ami tulajdonképpen havonta egy sör mindenkinek, de azért sok érdekes szám. Így jól hangzik. Jó, hát legyen erről sok vita, meg beszélgessünk, sok időnk nincs, de hát minél többen szóljanak ebbe bele szerintem, és lehessen erről érveket és ellenérveket felhozni. Ez lenne a fontos, hogy így kellene ennek eldőlnie tulajdonképpen. Nem mondta az a középső gyerek, Dávid? Még mindig alszik? Még mindig alszik. Te három gyerekkel álltok, hogy van ennyire csönd? De tényleg, hát nálunk két gyerekkel ilyenkor már masszív káosz van, mézes kenyér a tapétán. Nem, a feleségem szerintem ő most ráült a gyerekekre, hogy csönd legyen. Nem, az olimpiáról álmodnak. Dávid, legyen bárhogy, ha jó az országnak, akkor mi abszolút mellette vagyunk. Köszönjük, hogy beszélgettél velünk erről, vigyázz magadra. Köszönjük, Szántó Dávidnak, köszönjük szépen, ciao, hello. És mi is alig várjuk már, hogy szalomkajak versenyeknek szurkolassunk a Színvapatak partján. Kérdezés, hogy SMS, gyerekek, az első órát kiadja a gyerek? Vagy mi történik? Hát három gyerekkel ekkora csönd. Hát a feleség ott nem tudom. Hogy lehet, 9. Túl nagy a tét, srácok. Nem mehetnek a gyerekek ilyen egy iskolába, óvodába. Viccelt? Igen. Na, azt írja egy hallgató, tök jó. Nálunk mire az olimpia kezdődne, öt karikából négyet ellopnának. Szellemes, köszönjük szépen. Nézzétek meg, mi történt Oroszországban. Sehol nem vagyunk, gyerekek. Elképesztő összegek tűntek el. És azt mondanák, hogy már 60. Fél nyolc múlt, pontosan 7 perccel jövünk. Nem sokára Ákos híre jut, nem? 10 perc múlva pontosan 7 óra, szép reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk, az olimpiáról beszélgetünk egy kicsit komolyabban. Szántó Dávidot hívtuk, és őt próbáltuk. Nem azt mondom, hogy meggyőzni, vele beszélgettünk, ő minket, mi őt. Számokról és sörökről. És minden. Adod-e a rozédat az olimpiáért, ugye? Adod-e a napi rozédat? Meddig? Ez a kérdés, igen. Hogy hány éven keresztül. Na jól van, játszunk, nézzük meg, hogy ki a játékosunk, aki már itt is van. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt nektek! Nagyon örülök, hogy bekerültem az adásba. Hello, Messi! Igen. Ez Emese, ennek a Bece neve, vagy ez micsoda? Így van, Emese, de jobban Messit szoktam. Messit, aha, honnan hívtál minket? Nagykörös, hát eléggé borús itt az idő, ott is. Ne, abszolút, igen, be van borulva, eső van, úgyhogy hát nincs túlságosan. Hát jó, igen, nagyon örülök.
meg. Na, tehát, tényleg? Már sokszor próbálkoztam, igen, mindig mondom a páromnak, hogy megint küldtem, már megint nem szóltak, vagy nem írtak. Kávézás előtt vagy? Nem, meg vagyok fázva. Ja, meg vagyok fázva, úgyhogy nemrég keltem, csak mondom, meg rústálkodtam az ágyban, és akkor hívott az annál, úgyhogy nagyon örültem. Mit dolgozol egyébként? Majd a rendőrségen fogok dolgozni. Ó, oh, majd? Hogy mit? Most nem? Majd csütörtöktől fogok irodai asszisztensként. Oh, és most akkor még Szabin vagy? Vagy most ez egy új állás, ahol elhelyezkedsz? Ez egy új állás, végül csak még betegeskedek is, úgyhogy így jó is jött. Aha. Kezdesz a rendőrségem. Na jó van. Oké, mit szeretnél? Teljes a paletta, válaszál gyorsan. Hú, melyik a legkönnyebb? Na, egyik se nehéz szerintem. Tárgy? Akkor? Tárgy? Legyen tárgy. Legyen? Tárgy. De akkor egy kicsi segítséget is kérek. Hát megmutatjuk az lesz a segítség. Nem mondjátok először, úgyhogy nagyon, mondjuk örülök már annak, hogy bejutottam. Ez már nagyon, nagyon jó élmény. Jó. Jó, akkor legyen a tárgy. Legyen a tárgy, jó. Figyelj, elindítottuk az órán. Gavi Mespan. Még egyszer. Mutatom még egyszer. Gavi Mespan. Na, Gavi Mespan. Ami nap. Még egyszer mutassuk meg? Itt van? Akkor itt vagyok. Kivettük a bögrét. Mutassam? Igen. Gavi Mespan. Na? Nappali szoba. Nappali szoba. Van a tiszta szoba. Oda gondoltam, amúgy elsőnek itt, csak mondom, mondom, nem biztos, hát akkor mondom, elveszítem az egészet. De azt te látod, hogy nappali szoba. Na. Gavi Mespan, nappali szoba. Hát de miért nem kérdeztél rá előbb? Hát ez teljesen egyértelmű. Mert így most harmadjára is le kellett adja a Balázs, és tudod, ilyenkor ki kell vegyünk valamit az ajándékba. Igen. Látod, hogy nem volt nehéz. Pedig lenne egy bögrém, annyi bögrém lenne, hogy... Igen. Gavi Mespan, nappali szoba. Nem baj. Már mi nem baj? Hát az, hogyha kivettétek a bögrét, én már annak tényleg örülök, hogy bekerültem. Veletek beszélek, hát ez egy élmény. És látod, nem is kellett a segítség. Kitaláltad magadtól? Igen. Most akkor megvan az ajándékcsomag bögre nélkül? Itt vagy? Én itt vagyok, hát én örülök, hogyha megvan a kaptajtik ajándékot is, de... Uh-huh. Gavi Mespan, vagy mi volt? Gavi Mespan. Gavi Mespan. Nappali szoba. Igen. Jó, rendben. Drágám. Abszolút, teljesen. Figyelj, igazából napszemüveg, szóval, hogy... Napszemüveg? Igen. Ja, jó van. De tetszett nekünk a nappali szoba megfejtés. A nappali szoba nagyon jó volt. Gavi Mespan nappali szoba. Nagyon jó volt, szerettem. Kár, hogy nem az állatot választottad, mert az Abil kacsa. És ez micsoda? Liba. Igen, Abil vészepele kacsa. Igen, szóval egy napszemüveg lett volna. A nappali szoba sem volt rossz. Már megvolt. A nap megvolt, igen, csak aztán valahogy elmentünk más irányba. Nem, jól van. Mesikém, hát feküdj még vissza, aludj egy fél órát. Jól van majd. Nyújtoszkodj még egy picit. Van még itthon munka. Mit csinálsz otthon? Majd pincét még takarítok. Ó, oh, hát az... Gyertek, várlak benneteket. A pincét takarításra? Egy jó hát kis nagykörösi pincét takarítás. Ki kell azt is pakolászni. Igen. Betakarítani. Köszönjük a játékot. Én is köszönöm szépen. További szép napot nektek. Ciao. Hello. Sziasztok. Gavi Mespan, nappali szoba. Egy teljesen. Hát most teljesen egyértelmű. Hallottam. Három világítva. Nagyon szeretem. Csak mondta, jó, nem baj, kiveszük a bögrét, de azért a többi az természetesen járt. Óriási volt. 4 perc pontosan 8 óra. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Nagyon jó. Valaki írta. Nem napszemüveg? De bízzál magadba, drága hallgató. Ne hagyd magad elbizonyítani. Jó. Naperőmű. 4 perc van 8 óra, jövünk a hírek után. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatom.
Oldik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. M5-ösen Szeged felé a 92-es kilométernél nagytestű kutya gyalogol a leárosában, sötét barna, nehéz észrevenni. Ezt Merix küldte nekünk. Aztán... Ajjajajajajajajaj, gyerekek, hát mi van itt ma reggel, kérem szépen? Muslica a stúdióban. Ja. Ja. Nyitva hajtad a muskotályos üveget. Az ja. Az ilyen volt? Igen. Kerepes jött befelé, mert az őrsöző teljesen beállt, Rákos farváig áll a sor. Aztán M3-as Pest felé 204-es, 205-ös kilométer között van egy trafing. 50 percet szívok a Hungárián, és még mindig nem jutottam át, lehet, hogy késni fogok. A kis terautó az Árbó Miskolcon a Dorottyához, a Drógyárhoz közel, szép látvány, a sofőr vakarja nagyon a fejét, valamint 6-os út Paks, Szekszárdi szakaszon Tejköd, 60-an lehet csak menni, óvatosan menjen, aki erre jár, ezt Gabi küldte nekünk. M1-esen 4 kilométeres kamionsor van Hegyeshalomnál, és a Kerepesi út a Hungária felé teljesen bedugult, az Őrsnél áll a sor. Köszönjük szépen. Hát szokásos hétfő reggel ez a helyzet, nem? Ébredezik a város, mindenki próbálja túltenni magát a hétvégén, felvenni a fordulatszámot, és dugók, balesetek. Illetve afrikai meleg front, ezt olvastátok? Ja, afrikai. Afrikai légtömegek törtek be fölénk, és azért volt ennyi baleset hétvégén, mert hogy ez a 15-20 fok, ez egy ilyen afrikai meleg. Aha. Köszönhető, és ez a hirtelen jött meleg front, ez megviselte az emberek szervezetét. Már felülről is. Mindenhonnan jönnek. Mindenhonnan, egyszerűen megállíthatatlan. Megállíthatatlanul jönnek, alul, fölül, mindenhonnan, igen. Akár ezért csak... volt ilyen 15-20 fok hétvégén egyébként. Fú, de borzasztó, akár csak a Harlekin katicák. Mi van? Én a poloskai inváziót érzem. A poloskák most mennek a lecsóba, tehát hogy megfagynak? Igen, ők nem bírják, illetve nem csak a lecsóba, hanem a pincénkbe, meg a garázsunkba jönnek be és fészkelnek be, mindenféle ilyen takarók, meg párnák közé. És szörnyű volt, éppen hogy most csak nagy nehezen valahogy túléltük őket, elfelejtettük őket, még azért nem, mert még a pici meleg idővel, egy-kettő még van, meg 20-30, de hogy most jönnek a Harlekin katicák. És ő is büdös? Nem, ő csíp. Csípnek egyébként, bizony. Igen. De mi, hogy nem fagynak meg? Hát most már van, amikor éjszaka nulla fok. Honnan jönnek ezek a katicák? Ja, ezek a fagyáló? Ezek a fagyáló mutáns katicák? Igen, ezek X katicák. Ajt, akkor vigyázz, és ránk szállnak és megcsípnek, vagy mi lesz? Igen, igen, és nagyon sok helyen ott vannak egyébként már az országon, nagyon sok helyen panaszkodnak miattuk. Úgyhogy... És honnan tudod megkülönböztetni a 7-5-esről? Hát számolsz utána. Több van? Vagy kevesebb? Vagy más színű? Fogalmasint. Egy kicsit másabb, egyébként nem úgy piros, mint a rendes katica a Harlekin. Ez egy ilyen álcázós jószág, de azt hiszem, hogy több is tán a pötty. Nem hetes. Uh-huh. Egy-két elmélyező. 9, paf! Opácska. Akkor ütheted. Uh-huh. Úgyhogy most felváltották a katicák a büdös bencéket. Én nem bánom, mert tele vagyunk még mini poloskával, úgyhogy... Fú, basszus. És én egyáltalán nem bánom, inkább katicák lesznek a lakásban, semmi poloskák. Befészkelik magukat a redőnynek a tokjába, és amikor húzod föl meg le a redőnyt, akkor hát nem látod, de érzed, hogy szétnyomja őket a redőny. És az egész lakást ellepi rögtön, megint ez a nagyon fura ilyen növényi olaj. Hát büdös. Igen, ez a bűz. Öcsém, srác. Szörnyű. De hogy évről évre egyre durvábbak. A következő mi lesz? Majd megjelenek majd a sakálok, meg tudom, meg a dökkel. Hát most például keselyüket is láttak már az országban. Mi van itt? Most komolyan. Keselyüket. Keselyüket, igen. Jó, csak megpillantok egy picit, mert mentek hazafelé. Erről beszéltünk, átrepültek valahol. Így van, igen. Így van, erről nagyon beszéltünk. Cukerek voltak. Csak hárman voltak, megálltak valami kis. Elidőztek valamit. Rögtön az éjjelől körbenézett, hogy hol rohadt dög. Cukerek voltak. Egy keselyű nem lehet cukker. Azzal a fejjel, meg azzal a nyakkal. Az nem cukker. Mi van a randinkkal? Összejött a randia? Tudjuk? Rácsörögsz, Anna? Rá tudsz csörögni? Ugye beszéltünk egy nagyon helyes sráccal pénteken, csak egy röpke telefon erejéig csörög már, vagy te már beszéltél vele? Igen. Ó, de felkészült vagy. Volt randi? Rácsörgött a lányra? Igen, pénteken találkoztak. Na és? Volt randi, egy ilyen laza kötelék van köztük, együtt töltöttük a hétvégét, más mondasz, hogy laza. De semmi komoly. Igen, igen. De laza kötelék? Mutatja. Tehát szex nem volt. De... Ne! Kamu! Ne! És nem akar velünk beszélni? Hát hívjuk föl! Hát fölhívhatjuk, hát szerintem elmondja. Na, mondja el nekünk, rá csörögsz? Jó, persze. Jó, csörögjünk már rá egy picit.
Ugye volt pénteken egy srác, aki tulajdonképpen a hatásunkkal kipróbált egy módszert, vagy csütörtökön, vagy pénteken ez a tube chatet, nem tudom már mikor foglalkoztunk ezzel. Szerintem ez egy borzalmas ötlet, de egyetlen egy fiúnak ez bevált. Ugye az angolok kezdték el, Londonban mindenki, aki beszélgetni akar a metrón, az kap egy kitűzőt, aztán fölveszed, csak a tudják a többiek, hogy dumálni akarsz. Hát a hideg rázna ettől, hogy valaki egy kitűzővel odalépne hozzám, hogy beszélgetni akar. De azt mondtuk, hogy akár lehet jó ötlet is. És aztán egy srác azt mondta, hogy ő ennek hatására lépett oda egy lányhoz, hogy szia, hallottál-e már a tube chatről. Visszahívtuk, és azt mondta, hogy randi lett belőle, mert a lány odaadta a telefonszámát. Ugye? És aztán most meg kell nézni, hogy mi történt valójában. Látjátok, milyen jó a tyúkcset. Milyen jó a tyúkcset. A tyúkcset. Hallottam a tyúkcset? Igen. Mi felhívtuk Gábort, és azt mondta, hogy sikere volt egy lány csapatnál. Három lányhoz lépett oda, sikeresen leválasztott az egyiket. Vele kicsit beszélgettek. Kittinek hívják egyébként a lányt. És egy kellemes hétvégét töltöttek együtt. Na de hát, már többen kamut kiáltottak, azt mondták, hogy ez valószínűleg nem igaz, és Gábor most sem veszi fel a telefon. Milyenek vagytok? Hát miért ne lehetne igaz? Hát hány ilyen sztori? Én nem mondom, csak mondom, hogy sokan mondták. Oda lépsz érted, és akkor megkérdezel valamit, lesz belőle valami, isztok egy kávét, aztán tovább mentek. Azért, mert nektek nem sikerült még ez annak mert idején. Mert annyira úriembernek tűnt a Gábor. Jó, Gábor most nem veszi fel a telefont, ugye nem lehet, hogy beszélni. Dolga van. Na, viszont egy... Vagy még cigizik. Annyira jó. Igen, annyira jó volt, hogy még a szomszédok szombat este óta. Rágyújtani, igen. Annyira jól sikerült a buli, hogy mind a két kezébe cigarettát tart. Jó, megpróbálj 9-ig előkeríteni, és akkor felhívjuk. Na, viszont egy nagyon durva történetre bukhatunk az interneten, egy cikk alapján, mert hogy van valaki, akivel egy vonaton történt valami, Tiborral hívják az úriembert, és aki esetleg olvasta az ő történetét, az annak a szeme szája tátva marad, hogy a pofátlanság milyen méreteket öntött már Magyarországon, és hogy lehet valakit úgy kirabolni, hogy egyébként ő csak egy hibát követ el, és véletlenül egy vonat szerelvénye hagyja a bőrönyét. De nem akarok többet mondani, hanem mondja elő a történetet, mert egész egyszerűen megdöbbentő. Megdöbbentő, hogy mi történt vele utazás közben. Hát mindenkinek van tapasztalata arról, hogy mi történik egy eltűnt laptoppal vagy telefonnal, de itt nem teljesen erről volt szó. Hát most sehol nem vagy biztonságban. Tehát most már nem ülhetsz vonatra. A BKV-n ugye tudjuk az itt a helyi járatokat, tehát a villamost, a metrót, hogy átvernek, kilopják a kezedből a telefont. Igen. Ugye? Most már ilyenek vannak. Jó. Igen, csak hát mondjam, hogy el fogja mondani a történetet, hát itt ráadásul az a szomorú, hogy értesíted be, akit lehet, és azt gondolod, hogy segítenek. Nincs orvoslás. Na, itt van velünk Tibor. Hello Tibor, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Jó reggel. Hello. Na, hogy vagy? Még nem mondd el, hogy mi történt, csak hogy vagy most? Hát próbálom túltenni magam igazából ezen a történeten, meg így lezárni már magamban ezt az egészet, hogy ne emésztem tovább ez a történet. Na, mi történt veled? Ugye múlt pénteken Nyíregyházára utaztál Budapestről, jól mondom? Így van, hát az október 7-én történt, és a nyugati pályaudvarról jöttem a 17-23-as Svédköz Intercity-vel. Egy tanfolyamon voltam fenn igazából Budapesten, és éppen hazatértem. És hát leszállás után igazából realizáltam azt, hogy a bőröndömet fenn felejtettem a vonaton, de mire igazából megfordultam, addigra a vonat már el is indult a pályaudvarról. Tehát te leszálltál úgy, hogy véletlen fönt hagytad a bőröndödet? Igen, hát az úgy volt igazából, hogy volt fent egy iskolás csoport, akik szálltak le, és eléggé elhúzódott már a leszállás, úgyhogy már igazából attól féltem, hogy fent maradok a vonaton, úgyhogy a hozzám távolabb eső ajtó felé indultam meg gyorsan leszállni, azért, hogy nehogy fent maradjak, és hát így a bőröm teljesen kiment igazából a fejemből, és így fent felejtettem a fejem felett lévő tároló rekesz szem igazából. Aha, tehát leszálltál úgyis, amikor elindult a vonat, akkor realizáltad, hogy nincs meg a bőrönt. Így van. Tehát fönthagytad a vonaton. Így van. Hát oda rohantam utána a jegypénztárhoz, ott mondta a hölgy, hogy menjek be az ügyeletes tiszt irodájába, aki ebben az esetben megpróbál majd segíteni. Ez így is volt, bementem. A tiszt utána nézett, hogy melyik kalauz teljesít szolgáltat a vonaton, és a telefonon fel is hívta a kalauzt, aki ígérte, hogy utána néz, majd utána pedig vissza fog csörögni, hogy megvan-e a bőrönd. Hát gondolhatjátok, hogy egy idegtépő 5 percen mentem keresztül, amíg ezt a telefonhívást vártam. De ő kit hívott? Tehát ő a kalauzt hívta a járaton?
Így van. Hát ő utána nézett ugye a rendszerbe, hogy melyik kalóz teljesít szolgáltatott napon. Gondolod, hogy fölhívja, és akkor a következő állomáson leveszik, vagy leadják a barrödödet. Így van. Hát édesanyám jött értem igazából autóval, szóval hogy már úgy készen voltunk arra, hogy ugye Kisvárdán egy 40 km áll meg következő állomáson a vonat, és akkor autóba pattanunk, és akkor megyünk is utána. Úgyhogy hát ebben bíztam, igen, hogyha megvan a bőrönd, akkor megyünk ugye utána. És hát utána a kalauz csörgött, aki közölte az ügyeletes tiszta, hogy igen, van ott egy fekete bőrönd, de egy pár ül ott, és ők állítják, hogy az övék. Hát azt tudni kell igazából, hogy egy pár felszállt velem szembe, Debrecenben, akik táska nélkül szálltak fel, és hát egész úton nagyon szerelmesek voltak, egymás mellett ültek, stb. Aztán pedig hát meglepő módon már utána, hogy leszálltam, nem voltak annyira szerelmesek valószínűleg, mert az egyik átült az én helyemre, ugye a bőröndöm alá. És hát az már így elég gyanús volt, mikor ezt közölte velem a tiszt, hogy ez így történt. És hát mondtam a tisztnek, hogy ez igazából nem lehet az ő táskájuk. De várjál, csak ne haladjunk ennyire gyorsan. Tehát a kalauz oda ment hozzá, és azt mondta, hogy uraim, adják oda, vagy uraim, adja oda ezt a bőröndöt, mert ezt valaki fent hagyta. Ő levette volna, hogy leadja neked a következő állomáson. Majd ez a két ember azt mondta, hogy ez a bőrönd az övé? Hát igazából szerintem lehet, hogy a kalauz kommunikációban is volt egy olyan hiba, hogy valószínűleg ő rá kérdezett, hogy ez a táska a maguké, de ez így konkrétan nem derült ki, hogy tette fel a kérdést maga a kalauz. De szerintem így történhetett, hogy ő rá. Minden esetre ők azt állították, hogy ez az övék, ez a bőrön. Így van. És hát utána ez a hívás meg is szakadt, és utána hát megkértem a tisztet, hogy hát ez nem lehet, mert ugye tehát a páratáska nélkül szállt fel, és ez az én bőröndöm. Mondtam is neki, hogy ezt a bőröndöt külföldön vásároltam, elég egyedi bőrönd volt, mert volt rajta egy sárga cipzár, tehát már egy külső rápillantás alapján is el lehetett volna dönteni azt, hogy ez a bőrönd megfelele a leírtaknak, vagy sem, sőt még a Google-ben még egy fényképet is kerestem a bőröndről, hogy meg tudjam mutatni a tisztnek a telefonomban, ugye, hogy néz ki. Hát mondjuk a tiszta erre elég viccesen csak annyit reagált nekem, hogy hát nekem hiába mutassa, és szerintem miért úgy se lát. Tipikus tipik. Nekem nem mutassa, meg az bárki mondhatja. Az bárki mondhassa, hogy ez övé, ez a bőrönd. De nem próbáltad elmondani, hogy tudod, hogy mi van benne? Vagy akkor nyissák ki, és te egyenként elmondod, hogy mi van benne? De így van, mondtam neki, hogy nyissa fel a bőröndöt, van a tetején egy fehér laptop, a fehér laptopot, hogyha bekapcsolják, akkor ott van a nevem, az e-mail címem, a fényképem, tudom hozzá a jelszót, tehát egy esetleges bizonyítási eljárásban ugye nagyon könnyen tudom magam azonosítani azzal, hogy beírom a jelszót és belépjek. És ő visszahívta a kalauzt, hogy ezt elmondja neki? Visszahívta a kalauzt, de a kalauz közölte vele, hogy hát ő ezt nem teszi meg, mert ha ő oda megy a párhoz, hogy felnyitassa a bőröndöt, akkor fél attól, hogy ő feljelentik a párgyanúsítás miatt. Mi van? Ezt nem hiszem el. De akkor miért nem mondta Kaller, hogy hív egy rendőrt? Vagy akkor álljunk meg, vagy akkor addig elveszi a bőröndöt, ha nem adják oda, akkor ő rendőrt hív, mert itt van egy ügy, amit tisztázni kell, mind a két félnek igaza lehet. Hát igazából ez az a kérdés, ami így bennem is felmerült, hogy tehát szerintem a kalauz ezt a helyzetet kicsit talpra esetben is kezelhette volna, hogyha így jár el, hogy például külsőleg akár csak arra megkérdez utas, hogy oké, ne nyissa fel a táskát, mert mondjuk legyen az, hogy a magán szféra védelme vagy bármi, de azt mondhatta volna, hogy legalább külsőleg hagyd pillancsak már rá, elnézést kérek, mert van itt egy hülye utas, aki fent hagyta a táskát a bőröndön, és elképzelhető, hogy ez az, csak hogy megmutassam, hogy ez valóban nem úgy néz ki ez a bőrön, de hogy ő állít, stb. De igazából ugye erre így nem igazán törekedett, ő csak azzal győzködte a tisztet igazából, hogy hát őt feljelentetik, és ő valószínűleg ettől fél, ugye, hogy elveszíti a munkahelyét. Te álltál egy állomáson, győzködtél egy hivatalnokot, miközben a bőröndöd egyre távolabb volt tőled. Így van, utána pedig annyit mondott még a tiszt a kalauznak, hogy figyelik a párt, hogyha leszállnak, és hogyha mégis fent hagyják a bőröndöt, akkor majd ők magukhoz veszik, és utána hiszem el, atya úristen. Figyelik a párt, elbújtak, és egy ablakon keresztül nézik a párt, és ha fent hagyják a bőrönt. Figyelj, most elnéztek! Te jó Isten! Húsán Jézusa! És hát totál nonsense az egész, mert hogyha most gondoljunk bele, bemész egy áruházba, vagy bemész bármilyen, egy élelmiszer üzletbe, simán oda mehet hozzád a biztonsági őr, kinyitathatja veled a táskádat, meg a szatyrodat,
és megnézheti, hogy úgymond nem eloptál el valamit. És utána azt mondja, hogy bocsánat, csak ez a dolgom viszontlátásra. Tehát, hogy egy egyszerű közértbe, egy non-stopba, egy hipermarketbe, bármikor ez megtörténhet, a vonaton pedig nem. Hát valószínűleg az időtök alaúz volt egy kicsit berecsintve, hogy ő most ezt nem teszi meg. Pedig hát miért ne kérhetnéd meg? Igen, mi van? Azt kell mondani, hogy írja egy hallgató, hogy bomba van benne. Tehát az... Igen, ez bennem is felmerült. Meg, ugye megjelent a történet ugye az Indexen, és hát ugye ők megkeresték a MÁV-ot, akik ugye azt nyilatkozták nekik, hogy az eltulajdonítás csak a károsult jelentheti be, feljelentést is ő tehet. És a vasútársaság az eljárás során minden szükséges információt megad, de mondjuk ezt azért nem értem, mert mondjuk ha én látok egy lopást, vagy feltételezek egy lopást, én is bejelentetem a rendőrséget, sőt állampolgári kötelességet. Hát te bőröndödről van szó, én. Persze. Meg állampolgári kötelességed. Így van. Másrészt, hogyha mondjuk vonatjegy nélkül utazom, és én nem adom át az üdvözlőimat mondjuk egy kalauznak, ugye, hogy mondjuk meg tudjon büntetni, abban az esetben a rendőr, vagyis a kalauz jogosult rendőrt hívni, nem? Akkor ebben az esetben miért nem? Mikor egy feltételezett lopás. Mikor mi lett a történet vége? Ők vidáman leszálltak és elsétáltak a bőröndöddel? A történet vége utána az lett, hogy újra hívta a kalauz a tisztet, és a kalauz közölte, hogy most szállt le a pár a bőröndömmel Kisvárdán, hogyha gondolom, akkor hívja a rendőrt, csak hát az így elég fura, hogy én Nyíregyházán vagyok, és még a rendőrség mondjuk Kisvárdán kér a vasutánásra, addig a pár gyakorlatilag felszívódik. Úgyhogy teljesen nonsens, hát elképesztő. De hogy mekkora rohadékság azért ezt megcsinálni, hogy átűz egy otthagyott őrönd alá, és elviszed. Mi volt benne? Hát a laptopom volt benne, igazából ez ugye a legnagyobb szívfájdalom nekem ezzel a dologgal kapcsolatban. Nem is maga ugye a laptop, mert oké, nyilván egy anyagi kár, de hát ugye az elmúlt éveknek az összes dokumentumai fényképek mindeneim rajta voltak, ugye, amiket nem tudok tolni. Két szennyes arsónak drága, hát nyilván igen. Azt annyira nem sajnálod, de azért azt a gép maga az is 100 ezek ezer volt. Hát igen, az is egy bőven egy 100 ezer forint felett van, csak hát mondjuk ez a másik kérdés, hogy honnan gondolja azt egy pár, hogy mondjuk ebbe a bőrönbe bármilyen. Hát azt nem gondolkodik szerintem ilyenkor, ha el akarja lopni, akkor aztán majd megnézi, ha nem, akkor kivágja az egészet a kukába. Most örültek, volt egy jó gépük, vagy lett egy jó gépük. Hihetetlen. Legközelebb úgy fogok utazni egyébként vonaton, hogy beteszem a jegyet, illetve azt állítom, hogy bent van a bőröndben a jegyem, de én nem nyitom ki. Igen. És akkor nem kötelezhet. Nem kötelezhet a kalauz, hogy kinyissam. El kell hinnie. Ott van benne a bőrönben. Ez egy tökéletlen idióta volt. Teljesen tökéletlen a munkáját elvégezni nem tudó analfabéta. Nagyjából így tudom jellemezni. Aki nem mer oda menni egy páros, azt mondja, hogy uraim, ne arra ugyanak, leszállt valaki, az itt a bőrön. Igazolják, hogy az önéje a bőrön, vagy én kinyitom, és mi van benne. Hát azért, ha erélyesen normálisan lép föl egy kalauz, ráadásul a két ember tudja, hogy hazudik, és tudja, hogy csalók, és tudja, hogy éppen készülnek ellopni egy bőröndöt, azért ehhez meglehetősen tökéletlen meg kell lenni. Nem? Így tehát, van, hogy... meg hát ha én tudom, hogy ártatlan vagyok, akkor szerintem nem fogom fel ezt így, hogy hú, én most feljelentem a kalauzt, mert ő gyanúsít engem, hanem azt mondom, hogy segítek a helyzet tisztázásában. Hát szerintem. Persze. Hát meg az, hogy leírod tényleg töviről hegyire a bőröndöt, hogy néz ki, küldesz róla képet, hát teljesen életszerűtlen, hogy megfigyeljél mondjuk útközben egy olyan bőröndöt ilyen részletességgel, amihez semmi között nincs. Igen. Ági kérdezi, miért nem mentek a vonat után kocsival, és a következő állomáson felszáll a bőröndért. Tehát... Igen, miközben te letelefonálod éppen, igen, a közben beszállsz gyorsan a kocsiba, és üldözöd gyorsan a vonatot, ami nem egyébként, így megy a vonatcsim mellett. Reális, csak akkor azonnal autóba kellett volna pattani, úgyhogy már a leszállás pillanatában realizálsz, nem telefonálsz, beülsz anyukád mellé, és padlogázzal a sinek mellett így, követitek hát a vonatot. Ezen gondolkoztam, igen, csak hát azt gondoltam, hogy a MÁV mondjuk el tud járni azért az ügyben, anélkül is, hogy én követném a vonatot rátapadva a négyes úton. Hát ebben az a szürreális, hogy oda telefonálsz, és gondolod, oda megy a kalauz, és leveszi, és azt mondja, uraim, elnézést, ez nem az ön bőröndje, elveszi, és a következő állomásnál leadja. Igen, hát ez lett volna normális, igen, és ezt hittem, hogy ennyire ilyen közreműködésben lesz majd részem, de hát eléggé nonsens az a történet. A következő laptopon már lesz valamilyen követő szoftver, nem? Ezen is van egyébként. Van egyébként ezen is, Jani. Úgyhogy tudom ugyanúgy mérni az interneten, csak hát azóta nem volt bekapcsolva. Nyilván aki ért hozzá, az lelövi egy pillanat alatt. És az nem jutott eszedbe, hogy a rendőrséget hívni közvetlenül és kimenni a következő vasútállomásra? Hát ezt tanácsolták, igen. Tehát teljesen reális, gyerekek. Jó napot kívánok, tessék, BRFK, ORFK. Igen, ellopták a bőrönnek. Hol? Jó, hát most Idulunk. De legalább megpróbálni. Igen, Józsi, vigyázz, indulás! Szirénát! Indulás a kis Béri vasútállomásra, most szirénát!
Nyilván. Parancsoljon, uram. Elloptak egy olyan, tessék, parancsoljon. Honnan telefonál, uram? Hát jó, de legalább megpróbálom. Elnézést kell, elloptak egy sárga cipzáros bőröndöt, védjelni, nem tudom, milyen vastársnál. Mondja, uram, elnézést. Fáradjon be a kapitányságra. Fáradjon be. A feljelentést meg. Sajnos ma már nincs ügyfélszak, hát holnap 9 órakor bejelentést tenni. Nem látom reálisnak ezt az élethelyzetet, hogy két rendőr azonnal autózol, és fogjunk és védünk! Nino, Nino. Elindulnak a rendőrök azonnal. Szóval aranyosak a hallgatók, de szerintem ők nem teljesen mindig ebben a világban élnek. Hívni kellett volna a rendőrséget, és elkapni őket az állomáson. Hát, aki már hívta a rendőrséget, gyerekek, ha ott nem folyt vér, akkor azért ők sem mozdulnak azért mindig olyan serényben. Egy eltűnt bőrön miatt, meg aztán pláne nem. Az asztrával keresztbe a sineken a fénycsalom folyt. Zseblámpával jelzem a megállást. Igen, sajnos ez nem így. Nem így. Írja egy másik hallgató, jó, jelens fel a kalauzt, aki bűnsegéd volt valószínűleg. Csomóan írják, hogy a Kaller benne lehetett. Nem hiszem. Azt nem hiszem, egyszerűen csak töketlen volt. Hát aki nem mer oda menni tényleg, hát szörnyen töketlen. A ruhapénzünket is megvonták, majd én értem. Kell nekem még egy balé. Aj, Tibi, véletlenül se rajtad nevetünk, nehogy félreértsen. Próbáljuk a nagy magyar valóságot egyébként úgy megmutatni, hogy nagyjából ez történhetett. Tehát szürreális. Már azért, igen, a fő kalauz, akivel te beszéltél az állomáson, amikor megmutattad a Google a fotót, azt mondta, helyszem meg nélkül, én úgy látom. Ez már mindent elmond erről a történetről, hogy ez mennyire a magyar valóságot mutathatta egy vasútállomáson, igen. A nejében, mert befőttelem, mert nem tudom megnyitni. Na jó, van, Tibor, hát igen. Valószínűleg ez nem lesz meg, nyilván. Hát valószínűleg nem lesz meg, igen. Hát igen, talán van valamilyen hosszabb távú konklúzió is ennek a történetnek azon ki, hogy ne legyen olyan hülye, hogy fent egy ölöttáskázat a bőröndön, vagyis a vonaton, de hát igen, vigyázzatok az utcaitokra. Üzensz-e valamit a tolvajoknak, rajtunk keresztül ragad meg a lehetőséget? Nagyon csúszon, hát, ne legyen benne. Hát csak azt, hogy legalább a gyűjteményemet ne piszkálják, ha érted, mire gondol. Gyűjtemény! Ja, a kis fotóidat meg minden? Persze. Hát az igen, az olyan, mint az embernek a lelkét tépnék ki kicsit, nem? Amikor elvesztesz egy csomó fotót. Igen, és tudod, hogy mindened ott van. Mindened. Teljes privát féled, mindened. Igen, hát a jó arcok legalább azt visszajutatják. Vagy lementik, és egy CD, de hát az ember ne legyen naív. Hát nem gondolnám. Nem, valószínű nem. Tibor, kitartás, köszi, hogy elmondtad nekünk. Én is köszönöm, hogy meghallgattatok. Nektek pedig sok sikert november után. Oh, köszönjük. Az ránk fér. Kösz, Tibor, csáó. Annyi sikerünk lesz, mint neked régi laptopod. Köszi, hogy elmondtad. Csáó, hello. Hello. Hát a nagy magyar valóság, nem? Sajnos, de ne általánosítsunk, azért nem mindenki ilyen, van, aki visszaadná, van, aki leszedné, van, aki eljutatná a tulajdonosnak, tehát azért ebből az országból nem halt ki a jóság, de hát ilyenek is megtörténnek. Jó, de szemdőek nélkül azért érted. Tehát akár fegyel nekem aranyom, de egyszerűen még én sem látom. Én ráadásul ez nem az olvasok. Sárga cidlár, azt bárki mondhassa. 9:09 pontosan 3 perccel jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 múlt pontosan 1 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt, drága hallgatók. Intéztél valakit? Igen, ennyi, igen. Egy pillanat alatt megláttam. Egy pillanat? Kész. Gyorsforgalmi, van egy koccanás Budapest felé torlódás, van, ez Jászminka küldte nekünk. Köszönjük szépen. Lesz. És meg jönnek az SMS-ek egyébként a vasutas sztorinkra, mindenkit meglepett ez a történet. Hogy mit mondott el, ami hallgatunk, ugye? Tibor, aki Nyíregyházáról utazott Budapestre, fent hagyta a bőröndjét, és két pár, vagy egy párból az egyik taga a bőrönd alá ült, majd azt mondta, hogy az ő bőröndje lesétált, leszálltak vele és elsétáltak. És hát tulajdonképpen ilyen könnyű Magyarországon ma ellopni egy bőröndöt. És hát nagyon sok történet egyébként, hogy mit kellett volna csinálni, jöttek SMS-ek pozitív példára is. Igen, mert ilyen is van azért. Ilyen is van, így van egy pozitív példa, én a Mahart egyik hajóján hagytam fent a több 100 000 fontos fényképező gépemet, készségesen profi módon visszaadták, ezt Csaba küldte nekünk. Kisvárna szálltam le az IC-ről, fent hagytam az oldaltáskámat a vonatom, mindenem benne volt, személyigazolvány, pénz, iPad, kulcsok, azonnal autóba ültem, szüleim jöttek, értem, és 150-180 km/h mentem egészen Záhonyig.
az útközben az egyik kezemmel felhívtam a tudakozón keresztül az Záhonyi vasútállomást, és megkértem őket, hogy miután megálltott a vonat, menjenek fel és hozzák le az oldaltáskámat. Szerencsére meglett. Vittem nekik egy jó üvegű minőségű jó viszkit. Nagyon megköszöntem, óriási szerencsém volt. Ez nagy mázda egyébként, igen. Tiltsák be a töketlen kallereket, ódják meg. Ódják meg. Igen. További kalózi hozzáállás, jött ez is SMS-ben, nyári napon utazva a vonatkocsiban olyan hidegre volt állítva a klíma, hogy utoljára 1912-ben lehetett ilyen idő, amikor a Titanic elsüllyedt. Utasok unszolására durcásan mondta, hogy rendben, feljebb tekerem. De nekem nem mondják, hogy melegük van. Majd Maxra feltekerte a fűtést. Pont addigra szálltam le, mire éreztem a kiszáradás jeleit. Én elhiszem, hogy a kalózok nagy többsége haragszik a világra, de ne mást hibáztassanak azért, mert nekik ilyen az életük. Vagy ilyen a munkájuk. Igen, vagy ők aztán szeretik. Hát egy kicsit, hát. Igen. Igen. Szóval, hogy föltekeri a mínuszban a pluszos videó. Igen. Igen. Kérdezzétek meg tőle, hogy a laptop melyik mappájában van a nyomkövető progi. Cserében nem hordom a ruháit. Persze, csak visz, sajnálom az illetőt, ráadásul a ruhái sem a méretek. Á, kihűlte nekünk. A rendesek. Igen. Kisvárdán térfigyelők vannak mindenütt, föl kelleket jelenteni, és az alapján körözni fogják a tolvajukat. Jött egy hasznos hozzászólás. Köszönjük egyébként, szépen. Egyébként az állomáson valószínűleg tényleg van térfigyelő kamera. Tehát, hogyha annak a felvételeit visszanézik, biztos, hogy ki tudják szúrni azt a párt, aki szépen elsétált táskával, nem? Igen. Érted. Na, én a kérdezem. Igen, amit eljátszottunk, hogy majd az Astrával keresztbe parkol a sínen, és lámpával jelző, hogy álljon meg a vonat! Ugyanez. Szerintem. Nem, a levegő belől kétszer. Ja. Igen. Hát, Tibor, küld egy DVD-t, kírjuk a képeit. Csak mondja meg a jelszót. De van ilyen is amúgy. Tehát van olyan, akiben van zsivány becsület, mert azt mondja, hogy visszatolja, vagy rátolja tényleg. Jó, például nem hiszem, hogy most rá fogják venni egy DVD-re az összes képet, ezt nem visszaküldik, vagy nem tudom, leadják valahol. Érted? Igen. Anna helyi pihenőnél, ó, kukában, kiszmét az a vécé, mellé tudta lehet a sírsíme sokan jár a korra. 2013-ban elloptak nyaralás közben az autónkat. Rendőrség első kérdése volt, hogy mennyire volt megtankolva az autón. Volt-e valami egyedi az autón, ami megkülönböztheti a többi ilyentől, mert így egyébként kicsi az esély. Nagyon félve rákérdeztem, hogy esetleg a rendszám az nem... A rendszám az esetleg nem elég? Azóta se történt semmi. Békepipa. A rendszámot bárki tudhatja. Ja, a rendszámot bárki mondhassa. Valami mást mondjanak. De mi mérőpálcával megtiszük, mennyi benyom van benne. És akkor az alapján adják vissza, hogy megmondtad, hogy 42 liter tankoltál, vagy 41, mi? Nem a magáé. Nekem Egyiptomban egy londiner lopta ki a laptopomat az 5 csillagos hotelből, míg a raktérbe vitte a bőröndömet, mert az előtérben nem lehetett letenni a bőröndöket. Felrakták a buszra a csomagon, és a reptéren vettem észre, hogy hiányzik a laptop, majdnem lekéstem a gépet, mert visszarohantam a hotelbe. Nyilvánvalóan egyébként nem lett meg, Balázs küldi. Igen, valamikor a londinerek ugye elviszik a csomagodat egy külön kis szobácskába. És aztán ott történik, ami történik. Ezért kell ugye lekódolni. Sziasztok, csütörtökön éjjel ellopták a tárcám, betörték a kocsim ablakát, a kecskeméti rendőrség 4 perc múlva kint volt, az irataim 24 óra alatt meglettek. Az igen. Minden korrektül lepapírozva. Na, rendőrs. Csak hogy azért van ilyen is. Le a kalapol a kecskeméti arrok előtt. Ez jó, ez szép. Igen. A vasúti kartárs be se tudja kapcsolni. Egy ilyen töketlen kaler, hogy lép fel a jegy nélkül utazó ellen? Egyébként ez egy jó felvetés, hogy aki ezt nem tudja elintézni, ez mit csinál azzal, akinek nincs jegye? Nem? Nem adom. Nem adom. Na, mondom nem. Na jó, akkor. Na jó, akkor további jó utat. További jó utat, és szomlát. Igen. Sipol a tüdöm, halljátok? Igen, aha. Ne dohányos. Most nem. Nem dohányzom, valamire elkezdett csipolni a tüdőm. Hallod? Most nem. Nem nyertek. Kezdődik bronhitiszem van, igen. Nagyon van. Filmben volt ez a kutya, lenyelte a sírt. Talán a plösz. Megmutatjuk, hogy mi a beugró a hármas ugrás, ha játszanátok. Jó, figyeljen mindenki. Hogy tetszett mondani arra a török sípra, vagy mit volt az őrület? Az őrület. Még egyszer. Az őrület, még egyszer. Nagyon jó. Ti együtt hordjátok egyébként az összes iratotokat, pénztárcát, tévékártyát, mindent, de miért? Ezt én sosem tudtam megfejteni. Miért, hogy együtt legyen?
De azért, minek hordod magad? Azért, mert hogyha bárhova mész ügyet intézni, vagy kérik, esetleg fölhívnak, hogy valami szám kell, akkor előveszed és tudod. Mennyi a realitás egyébként, hogy úgy mész olyan ügyet sokszor intézni, hogy hirtelen rátelefonálnak, hogy légy szíves, fáradj be ebbe és ebbe a hivatalba az adókártyáddal. Én ezt a nőknél vettem észre, és egyszerűen nem értem ezt a jelenséget. Hogy az összes bankkártya, az összes papír, az összes egyébként naponta nem használatos okmány, minden mindig egy helyen. Hát van egy része, amit használsz, jogosi forgalmi, de van egy csomó, ami egyébként adókártya, TB kártya. Ezeknek a számát elég, ha elmented, mert egyébként be tud írni, ha kell valahova. De minek hordod magaddal? Hát elhagyod a tárcádat, akkor mindenedet elhagyod az egész életedet. Hát de az olyan mégiscsak személyes, veled kell, hogy legyen, jó, ha ott van, nem? Igen. Ha meg telefonra aztán végképp nem mentek el semmit. Jó, mert aztán egy tajszám őrültet nem veszélyes telefonom. Hát az aztán mit felírnak egy antibiotikum receptet, igen, hogy mit csinálnak a tajszámoddal? Mit csinálnak? Hát na, soroljatok három indokot. Például visszaélnek vele. Na, mondj egyet, mit csinálnak? Mit csinálnak a tajszámoddal? Semmi. Visszaélnek vele, most voltam. Nem tudom, hogy az Istennek kellene, ha te tajszámod. Én még nem éltem vissza tajszámmal, ezért nem tudom, hogy lehet vele visszaélni, de visszaélnek vele, ez biztos. Ez is adószám. Tajszám. Valaki befizeti helyetted az adódat. Na? Mit csinálnak? Mit csinálnak? Egy darab adószámmal. Mit csinálnak? Semmit. Egy túlfizetés. Aztán majd magyarázkodhatok. Visszaigénylik az áfát. Igen, az reális, hogy beírják az adószámodat hirtelen. Azért az úgy kell egyébként nagyon. Na jó, írjátok meg, drága hallgatók, hogy mit hallottunk. Jó, szeretnétek hármasugrás játszani. Ez most egy egészen jó kis mix, és nagyon könnyű. Úgyhogy szerintünk ez könnyen kitalálható. Ha van ötletetek, akkor küldjetek el kettő darab dalcím vagy előadó. Mondjuk a komoly zenét egy picit hiányoltam belőle. A múlt héten is nagy siker volt a Vivaldinak. Szerintem lassan kell ezt adagolni. Egy jó Rimsky-Korszakov szerintem. Mutatjuk már is. Jó, illetve már megmutattuk, elmegyünk kirezni, aztán jövünk a hírek után. 5 perc, pontosan 9 óra. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A betyárját. Kifújtuk a szakmaórát ezzel a muzsikával. 9 óra után vagyunk 11 perccel. Ad a régieknek, ugye, mert Boniem, és az az újjaknak, mert Duk Sauce. Azaz, Adám, sokat gondolom, hogy ennyit ad. Igen. Itt vagyunk, 4:10 lesz. 4 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Heves 31-es út, Rafi, gyógyszeres küldte nekünk. Megyeri hídon torlódás van, Mozaik utca, Margit híd, 45 perc. Hajóbonták találkozása tilos. 36-os számú főút, Nagy Cserkesz belterületén van egy trafing. Békés Csabán a 44-es elkerülően lezárták az utat. Teljes szakaszában rendőrök vannak, hosszú a kocsisor, rendőrmentő. Kint van már. Kerepesi út befelé már az Őrstől is teljesen beállt, Rákosfalváig áll a sor, valamint az M3-ason. A 2004-es és 2005-ös kilométer között van egy trafing, úgyhogy vigyázzatok ott is. Budai alsórakparton mi történt? Tímár utcánál van a vége. Ma van az első napunk a Bölcsibe, 9-re kéne menni, de lehet el fogunk késni Budaörsre. Mikor Buda alsórakpartról, ha Budaörsre viszed a gyereket Bölcsibe, ott van lendület. Ott le a kalappal. Hiszel magadban és a Bölcsibe is. Hiszel magad, az egy nagyon jó Bölcsibe lehet. Jó kis Bölcsi lehet. Le a kalappal, ha te Tímár utcánál áldogálsz éppen, és a Budaörsre viszed a gyereket Bölcsibe, ott gyerekek, bio a kaja, meg ott a Bölcsis néni is. Ott csodák történnek, le a kalappal. Napi másfél órát állni kifele, meg egy órát vissza. Drága hallgató, ha ez így történik, akkor mi csodálni tudunk téged. Hajrá, nem tudjuk egyébként, de ha valaki megírja a budai alsórakpart dugulásának okát, akkor természetesen mondani fogjuk. A kis törpe menjen el november 19-ig után Kallernak a MÁF-hoz, írja valaki. Na, akkor mindig vissza szoktam nézni a korábbi SMS-eket is, és akkor Isten az van, hogyha kiderül, hogy a korábbi SMS-ek sem voltak barátságos hangvételűek, akkor erre a kis időre már olyan, mi? Persze, már meg is vagy. Soha többet nem látjuk az SMS-eidet. Csákó! Istenem, csak arra, tényleg miért kell ezt még mindig elférsz, meghallgatni? Ti is kaptatok már korábban tőle, úgyhogy... Hát...
Na jó, oké, menjünk tovább, jó? Telefonált egy hallgatónk, illetve pontosabban nem is hallgató, hanem a MÁV-tól gyerekek. A MÁV-tól, hát a MÁV-tól telefonáltak nekünk, hogy szeretnének hozzászólni ehhez a témához, mert hogy mi ilyet meg olyat mondtunk az ők allerükre. És akkor, ha már itt van a MÁV, tényleg meg tudjuk kérdezni, hogy ez esetben mi a teendő, mert hogy egészen érdekes a történet, amiben botlottunk. Lőcsei Virág lesz itt velünk rögtön, a MÁV szóvivője. Tehát, hogy hozzáérhet-e a Kaller a csomaghoz? Mi a felét tudsz ilyenkor csinálni, ha te ott hagyod a vonaton a bőröndödet, és utána azt elviszik? Igen. Halló, jó reggelt! Virág, hello, adásban vagy, szia! Szia, jó reggelt! Köszönöm, jó reggelt! Ne viccelj! Hát örömmel tettük. Igyekszünk minden oldalt megszólaltatni, ha ilyen témánk van. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon a végén kapcsolódtam be, tehát pontosan nem tudom mi volt, de amit hallottam, abból arra következtetek, hogy arról az utasunkról van szó, aki fennfelejtette a csomagját a vonaton, és az állomáson oda ment az ügyeleteshez, kérte, hogy a jegyvizsgálónak szóljanak, erről az esetről van szó? Így van. És hogy azonosította a táskáját, igen, de hogy a jegyvizsgáló nem... Jó, oké, rendben. No, szóval én nekem csak az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy vajon, hogyha veletek történik meg ez az eset, és oda megy hozzátok a jegyvizsgáló, hogy hát legyetek szívesek, nyissátok ki a csomagotokat, mert valaki azt állítja, hogy ez az övé, ti meg azt mondjátok ugye, hogy a tietek, hiszen ugye ez történt, hogy a jegyvizsgáló rákérdezett erre a csomagra, a fiatal pár pedig azt állította, hogy az a csomag az övék. Na most ezek után milyen jogalappal nyittathatná ki azt a csomagot? De bocsánat, hát azért van egy telefonáló, egy kétségbeesett utas, aki leszállt, és elmondta, hogy ő ott hagyta a bőröngyét. Egyébként ez van a bőröndben, egyébként így néz ki, és az az ő bőröngye, és pontosan tudja igazolni a tartalmát, hogy laptop van a tetején, hogy hogy néz ki a bőrönd, képeket mutat arról, hogy hol vette, és el tudja mondani pontosan, hogy mi van benne, és az, aki ott áll, vagy aki ott ül a bőrönd alatt, az hazudik. Hát azért ez legalább megír annyit, hogy... De bocsánat, hogyha kinyitja a jegyvizsgálónk ezt a csomagot, kinyittatja, igen, és kiderül, hogy az a csomag valóban azért az utasi, aki ott ül, akkor vajon most ti a Klassz FM-ben, illetve máshol nem azzal foglalkoznátok el, hogy a jegyvizsgálónk minden hatáskörét túllépve kinyittatott egy bőröndöt. Hát biztos, hogy Virág, semmi joga Virág, azért ez döbbenetes számomra, hogy ott tartunk jelen pillanatban, hogy te, mint a MÁV szóvivője, nem is találok szavakat. Szóval valaki betelefonál, hogy ellopták a bőröngyét, majd megtörtént az a 21. század, hogy két ember egyébként leszáll, és vidáman elsétál egy olyan bőröndel, ami nem az övé. A hallgató... De honnan tudod, hogy nem az övé, Balázs? Hát, de mert honnan tudod, hogy mert nem a hallgató elmondta, hogy fent hagyta, elmondta, bocsánat, hogy mi van a bőrönben, elmondta, hogy hogy próbált segítséget kérni, és elmondta, hogy ezt a bőröndöt tőle ellopták. Bocsánat, te utazol egy vonaton, igen? Fölötted ugye nyitott csomagtárolók vannak gyakorlatilag, tehát te kívülről bármikor leírsz egy bőröndöt ahhoz, hogy meggyőződj arról, hogy mi van a belsejében, ki kell nyitni. De a kódot csak a hallgató tudta. Tudta a kódot. De milyen alapon nyitatod ki? Milyen alapon vádolod meg az utast, hogy az nem az övé, amikor azt állítja, hogy az övé. Tehát egy dolgot látni kell, a mi jegyvizsgálóink nem hatóságként működnek, ők menetjegyet ellenőrizhetnek. Persze. És hogy gondold el, hogy mikor azért kritika éri őket sokszor, hogy a kedvezményre jogosító okiratokat, dokumentumokat elkérik. Én ezt hogy értem. Ellenőrizzék azt, hogy... Na de ha van egy állítás, hogy az enyém a bőrönd, és van egy állítás, hogy enyém a bőrönd, akkor legalább leszállítom őket, és találkoztatom, és megpróbálom ezt a helyzetet megoldani. Az, hogy semmit nem teszek, és ki nem nyitatom, és hagyom, hogy elsétáljanak vele, nem mond, hogy ez egy természetes magatartás. Hogyha hozzád az utcán valaki oda megy, és azt mondja, hogy annál a fiatal embernél a te táskád van, már hogy én most oda megyek hozzád, igen, hogy teljesen ismeretlenül, igen, hogy az a fiatal ember az előbb lopta el tőlem a táskámat, ott van nála, oda mennél, kinyitatnál, de én megmondom, hogy mi van benne. Te odamész, kinyitod? Ha te nem vagy rendőr, ha te nem vagy... Hát azért nem ilyenkor a kalauz feladata, nem az, hogy állampolgári kötelessége rendőrt hívni. Van egy kétségbeesett utas, aki tudja igazolni a kódot, a bőrön tartalmát, a színét, hogy mivel lehet kinyitni a bőrödet, hogy mi van benne. Hogy ilyenkor feltételezi legalább, hogy rablás történt, hív rendőrt, és azt mondja az utasoknak, hogy... Az utas fent felejtette a bőröngyét, és utána két ember nem ellopták lesz tőle. De ellopták, mert két ember azt állította, hogy az az ő bőrön. De nem. Vagyis jogtalanul állították. Az eset
az eset igen? úgy kezdődött, hogy az utas fent felejtette a bőrönyét magyarán. Így van. Éppen ezért a jegyvizsgálók például, hogyha találnak, tehát leszáll mindenki a végállomáson, és találnak gazdátlanul csomagot, akármit, telefont, bármit, becsületesen leadják. Ha persze, de ez egy tőse más sztori. Ha most a te bőröndödről lenne szó nélkül, átadnád ezt a párnak egyébként? Én nem azt mondom, de azt mondom, hogy én megérteném azt, hogy kérdezem, hogy ha te bőröndöd lenne, akkor te mit tennél szó nélkül? Hagytad volna, hogy ez a pár elsétáljon vele? Nem, jól tette a MÁV, meg... hogy hagyta, hogy szó nélkül elsétáljanak ezzel a bőröndel? Balázs, mi nem vagyunk hatóság. Mi nem tehetünk olyat, hogy kinyitatjuk nem valakivel a bőröndjét. Nem is hívhat rendőrt a kalauz ilyenkor? De kérhet rendőrt akkor, hogyha ő tapasztal valamiféle olyat, hogy például valaki nem hajlandó együttműködni. Tehát tulajdonképpen, ha egy utas jelen pillanatban a MÁV-on ott hagyja, vagy a MÁV valamelyik járatán ott hagyja a bőröndjét, akkor azzal bárki elsétálhat? Hát mi az, hogy bárki elsétálhat? Az volt a kérdés, hogyha én fönt hagyom a bőröndömet, akkor bárki elsétálhat ezzel a bőrönddel? Tehát engem kirabolhatnak ma a 21. században a MÁV-on? A rablás az egy egészen más. Bárki elsétálhat ezzel a bőrönddel? Hát tulajdonképpen megvan rá az esély, hiszen a jegyvizsgálónk nem hatóság, és nem igazoltathat ilyen szempontból senkit, vagy nem kérheti azt, hogy nyissa ki a bőröndöt. Tehát ha az én gyerekem utazik a MÁV-on, és tőle elveszik a bőröndöt, és mondjuk úgy rabolják ki, hogy kiveszik a kezéből, bocsánat, kiveszik, nem keverem, akkor a Kaller nem hív rendőrt? Dehogy nem. Ha azt tapasztalta, hogy elveszik tőle jelen a bőröndöt, esetben telefonált egy utas, hogy fönt hagyta a bőröndjét, és két utas azt állította, hogy az az ő bőröndje, majd nyugodtan elsétálta. A jegyvizsgáló egyébként megtette azt, amire van hatásköre, oda ment, megnézte azt a bőröndöt, hogy ott van-e, és a pár azt állította, hogy az övé. Innentől kezdve ő nem tud mit tenni. Mit kellett volna tennie akkor, hogy rendőrt hívjanak? Hát ahhoz valami olyasmit kellett volna tapasztalni, hogy többen mondjuk azt állítják például, hogy valóban elvették ettől az utastól. Könyörgöm, én leszállok utasként, és én fönt hagyom a bőröndömet, majd azt tapasztalom, hogy két ember azt mondja, hogy az az ő bőröndje, ez nem elég. Hát nem. És van egy harmadik, aki tökéletesen leírja a bőröndöt, sőt még azt is elmondja, hogy mi a tartalma. Ráadásul nincs rá tanunk, csak én. Nem mehetünk el, hogy belenézzünk. Ez az alapvető probléma. Ezt értem. De nem mehetünk el odáig. Egy rendőr, igen, ő neki az a feladata, hogyha áll két ilyen állítás egymással szemben, akkor ezt kiderítse, de a jegyvizsgálónk nem működik hatóságként, nem teheti magát. De elhatott volna a következő állomásra egy rendőrt, a jegyvizsgáló, és azt mondja a két utasnak, akiké állítólagosan ez a bőrönt, hogy kedves hölgyem, uram, itt a rendőr, megnézzük, és mehetnek tovább. Ha az önöké, ebben az esetben nem, mert nem volt közvetlen tapasztalás. Mi a közvetlen tapasztalás? Az micsoda? Figyeljetek rám egy picit, létezik. Tehát az utas viszont megtehette volna, hogy rendőrt hív, és azt mondja, hogy ezen a vonatajtom ez történt, és ő értesíti a rendőrséget. Tehát a mi egyvizsgálónk ebben az esetben nem teheti meg, hiszen itt van egy állítás, valaki felhív telefonon valakit, hogy elhagyta a bőröndjét, ezt a jegyvizsgáló megnézi, a másik azt mondja, hogy az az övé, ő erre nem hívhat rendőrt. Az utas viszont szólhatott volna a rendőrségnek, hogy ez történt, és akkor a rendőrök kimehettek volna az állomásra. Ez a kettő között a különbség. Aha. Én azt hittem, hogy akkor állampolgári kötelesség rendőrt hívni, én rendőrt hívnék, én azt hittem, a kalauz is hívhat rendőrt. Mikor hívhat a kalauz rendőrt? Például akkor hívhat rendőrt, hogyha az utas nem együttműködő, nem mutatja meg mondjuk az igazolványait, amikor mondjuk kedvezményre jogosító vagy jogosítás. Tehát amikor a MÁV-ot érik ár, akkor hívhat rendőrt. Amikor az utast érik ár, akkor nem hívhat rendőrt. Aha, tehát amikor nem akar átadni a jegyet, mert mondjuk tételezik, hogy ingyen utazik. Nem is erről van szó, mert hogyha azt tapasztalja a jegyvizsgáló, hogy valaki, tehát nem úgy viselkedik egy utas, beleköt a többi utasba, szekálja őket, stb., akkor is hívhat rendőrt. Tehát ez nyilván vagy, hogyha valaki oda megy hozzá, hogy őtőle elloptak valamit, konkrétan elloptak, tehát itt azért nem ez az eset állt fönt, hogy elvették tőle a bőröndjét, akkor is hívhat rendőr, de ebben az esetben az utasnak kell megtennie ezt, hogy a rendőrségnek jelzi, hogy vele ez történt. Ezt a különbséget kell látni. Tehát én azt gondolom, hogy a jegyvizsgálónk alapvetően jó, tehát úgy járt el, ahogy az a szabályokban le van írva. És itt nem arról van szó, hogy ez hát akkor ezek a szabályok szörnyűek. Vagy az utas.
De miért szörnyek? Tehát, hogyha most kinyitatta volna a bőröndöt, de most tényleg újra kérdezem, ha kinyitatja azt a csomagot, kiderül, hogy valóban az a páré, vajon az a pár... És ha az derül ki, hogy valóban a fiújé? Hát akkor is ez kiderülhetett volna. Ha az derül ki, hogy a fiújé? Kiderülhetett volna, de mondom, hogy ha az lett volna, akkor ti most avval foglalkoznátok, hogy a jegyvizsgáló... Nem, foglalkoznánk már vele. Mert a jegyvizsgálónak nincs joga ahhoz, hogy kinyitassa. Hát eleve ugye az derült volna ki, hogy a srácé, tehát hogy igaza volt, mert ott volt benne a laptop, amit leírt. Tehát mi legfeljebb annyit mondanák, hogy milyen jól végezte a munkáját a MÁV meg a kalóz, mert megakadályozott egy lopást. Tehát miért beszélnék erről, ha beszélnek csak pozitív értelemben? Én az ellenkezőjéről beszélek, tehát hogy mi van akkor, ha tesz. Valószínűleg akkor abból is lesz volt. Tehát én azt mondom, hogy ebben a szituációban úgy tűnik, hogy a jegyvizsgálónk nem tudott volna jól viselkedni, mert bármelyik oldalról megközelíthetnénk a dolgot. Tehát higgyétek el, hogy a jegyvizsgálók az utasokért dolgoznak, de vannak bizonyos szabályok, melyeket nem hághatnak el. Nincs joga ahhoz. Virág legfeljebb bocsánatot kért volna, és azt mondta volna, hogy elnézést, tévedés történt, úgy látszik, hogy valaki állított valamit, ami nem igaz. Elnézést, bocsánat, mint ahogy bármelyik üzletben megtörténik ez, amikor a biztonságőr belenézett a szatyrodba, vagy a táskádba, vagy a csomagodba, vagy elvittél valamit, és te természetesen fogadod. De nem. Egyrészt nem fogadod úgy, mert nagyon sok a reklamáció ebből, másrészt a biztonságőrnek erre van jogosítványa. A jegyvizsgálónak nincs erre jogosítványa. Számomra megdöbbentő. Ez a fajta bürokratikus eljárás és ez a fajta közöny egyébként. Én értem, hogy nem nyitathatja ki, de azért, ha egy kétségbeesett utas az állomásról egy fülkéből pontosan leírva a bőröndöt telefonál, elmond mindent, a kódot, a számzárat. És küld egy képet az internetről. És küld egy képet az internetről, és elmondja, hogy hol vette, és elmondja, hogy higgyék el, hogy ez az övé. A másik pár meg semmit nem tud arról a bőröndről, még a kódot se tudta volna. Annyit kellett volna kalóznak kérdezni, igen, uraim, az önöké, akkor legalább a kódot mondják meg. Eltekerik, ha kattan, akkor teljesen egyértelmű. Én értem, hogy nem tehetik meg. De ez a fajta, finoman szóval, bürokratikus közöny, ez számomra mindig megdöbbentő. Értem, hogy egy kalóznak mit lehet és mit nem, de ez az eset azért hülyen példázza, hogy néha vannak olyanok, amikor el lehet térni attól, amit lehet, és lehet segíteni egy bajba jutott utason. Az nem megoldás, hogy nekem erre nincs jogom, tovább megyünk. Majd egyébként az utas. Én ezt értem, persze. De képzeljük az utas helyébe, aki egyébként meg utána nyilván feledékeny volt, de végignézi, hogy a következő megállón a két ember leszáll és elsétál a bőröndel. Azonnantól kezdve viszont már egyértelműen rablás, elvitték ezt a bőröndöt. Úgy, hogy semmi közük nem volt ahhoz a bőröndhöz. Akkor lopás, lopás. Értem. Én azért kíváncsi lennék, hogyha a te rokonod élte volna át ugyanezt, hogy a te gyerekedtől vennék el a bőröndöt, vagy vennék ki a kezéből úgy, hogy csak a gyereked a tanú egyébként, akkor is azt mondnád, de hogy a kalauz nem tud rendet. Itt nem volt ilyen, hogy kivették volna a kezéből. Jó, értem. Ott felejtett, igen. Ott felejtett. Lehet, majd valaki azt állította, hogy az az övé, miközben nem, és utána ezt ellopta. Szóval, igen, hogy... lehet, hogy most azt mondjátok, hogy egy borzasztó anya vagyok, de hogyha a gyerekemmel történik ez, hogy elhagyja, azt mondtam volna, hogy tessék odafigyelni a cuccodra. Volt már ilyen, hogy elhagytak csomagot, hát sajnos ez benne van, oda kell egy kicsit figyelni erre, és mielőtt azt mondanátok, nem hibáztatom az utast egyáltalán, nem nagyon sajnálom, ami vele történt, és csak azt szeretném, hogy több oldalról nézzük ezt a dolgot, és hogy a jegyvizsgáló alapvetően ebben az esetben úgy járt el, ahogy őneki ez elő van írva. Ennyi. Miért nincs egy ilyen vasúti, nem szerettem volna. Vasúti marsal a MÁV-on egyébként, vagy egy olyan, aki... Miből? Aki itt segítene, de nem egy akkora kiadás már igazából. Lehetetlen, hogy legalább az Intercity-ken mondjuk legyen valaki, aki... Nagyon sok vonatot kísértetünk egyébként vasútőrrel, sok vonaton vannak rendőrök is, tehát ez abszolút működik ez a dolog, és nagyon sok egyébként nagyon nagy értékű tárgyat juttattunk vissza már a jogos tulajdonosához. Hál' Isten, hát tehát, senki persze, nem jutott. Azért mondom, hogy rengeteg dolgot juttattunk vissza, sőt volt olyan, hogy a jegyvizsgálónk házhoz vitte, megtalált mobiltelefont, felvette a kapcsolatot, tehát hogy azért ezeket látni kell. Ez egy teljesen más szituáció volt, ezért más a kimenetele is. Én csak ezt szerettem volna, hogy ezt meghallgattunk, persze. Tehát, hogy alapvetően erről van szó. Nyilván itt az egyik az utas oldal, a másik meg a ti oldalatok, hát nyilván ezt mindenki máshogy látja. Jól van, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Köszönöm, hogy felhívtatok. Köszönjük. Ja. Hello. 5 perc emberség kellett volna bele. Igen.
Nekem volt egy esetem, egyébként pont egy szegedi kitelepülésünkön voltam, ott hagytam a telefonomat bent egy be a hálós részbe, előttem lévő minek ülésnek a rész, nem, a hálós részében, és addigra, amikor nekem ez így leesett, addigra már félrehúzták és lezárták ezt a vagont, mert jöttek volna a takarítók, hogy kitakarítsák. Oda mentem, simán kinyitotta nekem az egyik úriember, aki ott dolgozott, meg volt a telefon, mindannyian örültünk egymásnak, ő is örült, én is örültem. Aztán jó, most írjátok meg, hogy neki csak azért nyitották ki, mert celeb. De úgyis nem ismert meg. Na jó. Jaj, de azt hitt, hogy én vagyok a napszostom. Nem, hát nem furcsa, tudom, furcsa, furcsa azért a ez dolog. Igen. Igen. Játszunk egy hármasugrás, már itt is van hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Van a kötén egy fehér masztot, a fejed alatt. De nem próbáltad elmondani, hogy... Ez már... Lehallgatnak bennünk. Meg mi vagyunk. Halló, jó reggelt! Halló! Már visszahallgatja. Nem, egy párhuzamos idősíkra véletlenül rámentünk most, és ott még ez zajlik. Halló, Gergő, itt van az adásban egyébként. Itt van? De van adva, ott van. Gergő! Halljuk saját magunkat. Igen? Ha rosszul lettél a mávos anyagtól, vagy mi van? Ételfutár. Lehet belevet valamelyik. Piskóta kocka. Paprikás. Ó, várj, mi ez? Egyre jobb. Jó. Halló? Halló? Hello! Gergő, te vagy az? Te vagy az? Szia, sziasztok, én vagyok. Hol jártál eddig? Te hallottál minket? Én nem hallottál titeket, hanem valami zene szólt a telefonomba. Vákumba kerültél, de meg vagy előkerültél. Na, ez lesz neki, jó van. Körbejártad itt az épületet. Gergő, ciao, hello. Sziasztok. Honnan hívtál minket? Budapestről. Nem úgy tűnt, mármint, hogy mire adásba tettünk, nagy meló volt, de itt vagy. Gergő, ételfutár vagy, azt jól mondtam? Így van. Ételfutár, jól van. Figyelj, Gergő, milyenek a kérdések, Jani? Közepes, menni fog a Gergőnek. Ismerem, vág az agyom. Na figyelj, hát az első az meglehetősen primitív. Milyen fajtájú kutya a Leszi Hazatér című regény főhőse? Skót Juhász. Így van, ki segít? Párom segít. Pont szerencsére velem van, úgyhogy na, segíteni. A második azért az már nehezebb. Hány fogásnemből áll az erőemelés? Te jó Isten! Hány fogásból áll? Fogásnemből. Igen. Mert tudod, ez egy sport, és vannak benne fogásnemek. Igen, több tudom. Is, azért több eszem. Erőemelés. Másodszor. Ez egy jó kérdés. Erre sem nézem. Internet? Van egy kis, igen. Na, van 3G, vagy E betű van csak, mert akkor nagyobb. Ne, van 4G is. Na, hát az nagyon klassz. Soroljad őket. Hát sorolni, nem tudom, tippelni tudnék egy számot. Mondja. Nem, meg már időn túl volt. Három. Melyik ez a három, János? Segíts meg. Ez a fekvőnyomású guggolás és az elemelés. Mindenki hát tudja. Hát nem tudom, miért mondtam négyet, de hát ez szerintem az izgalom. Ha kettőt mondtál volna is. Hát nem tudjátok, de ez van. De akkor is ennyi? Hány ilyen kérdés van, amire nem tudjuk a választ? Igen, egy bizonyos szubkultúra rajongói biztos nagyon szeretik ezt. Nekem fogalmam nem lett volna, én veled érzek együtt, de hát igen. Ilyenkor mondani kell egy számot, hát nincs veszélyúrulja az ember. Jogos. Mindig hallgatlak titeket, és szoktam is, amikor tippelni, ugye... Be kell tippelni valamit. Más a dolog. Mert ugye nem azt kérdeztük, hogy melyik ez a három, csak az, hogy hány. Ma mondasz egy számot, ha bejön, akkor megvan. Ez így van, hát a négy nem jött meg. A négy nem, volt. Négy nem, három a jó megoldás. Igen. Legközelebb, jó, ha lesz még ilyen, akkor igen, majd játszunk. Sziasztok. Köszi, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó, van 9:30 múlt, pontosan 2 perccel. Itt írja Berni egyébként, ha a bőrönd a sajátom, minden gond nélkül megmutatom, ha kérik. Igen, ez is egy érdekes felvetés. 9:30 múlt, 2 perccel jövünk mindjárt, a nap legjobb pillanataival. Egy pici szünet, aztán itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. Klassz FM. 3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kicsit komorabb reggelünk van, nem csak időjárásilag. A témáink is olyanok, de nem feltétlen kell mindig teli szájjal röhögni, mi szerettük. Ugye telefonált egy hallgatónk, aki fönt hagyta vonaton a táskáját, majd elmondta, hogy lopták el tőle. Egészen elképesztő a történet, ráadásul úgy, hogy igazából nem is nagyon tudott mit csinálni. Tibivel beszélgettünk, egy érdekes történetet mesélt el. És igazából az, hogy az utas azért valójában mennyire ki van szolgáltatva,
és hogy a bürokratikus szabályrendszer az néha bizony nem feltétlenül jó, mert amit az ember emberileg megtenne és föltenne néhány kérdést, azt a kalauz egész egyszerűen nem teheti meg, mert nincs hozzá joga. Elmesélte, hogy hogy lopták el tőle az ő bőröngyét. Valamint korán reggel még visszakapcsolódtunk ugye egy pillanatra a péntekhez, amikor is az olimpiáról beszélgettünk. Hiszük azt, hogy egyébként kell pártpolitikától teljesen függetlenül, ez egy ország sorsát érinti, embereket, az emberek pénztárcáját, mindegy attól, hogy ki, mindegy teljesen is független attól, hogy ki van hatalmon, vagy ki lesz hatalmon. Egész egyszerűen közbeszédtárgya kell, hogy legyen az olimpia. Mi elmondtuk, hogy miért nem, ugye még pénteken, vagy miért nem hiszünk benne, vagy talán azt is, hogy miért nem szeretnénk. És aztán Dávid írt egy SMS, Szántó Dávid még Janinak, hogy milyen szívesen vitatkozna velünk, mert hogy ő viszont olimpia párti. Hiszük azt, hogy nem azzal van a baj, hogy valaki olimpia párti, vagy nem hisz az olimpiában, hanem hogy nem lehet egy bizonyos, vagy nem lehet tulajdonképpen semmilyen fórumon vitatkozni, mert hát nincs beleszólási jogunk. Úgyhogy mi ezzel akartunk szakítani, és megvitattuk 7 óra után. Dáviddal fölhívtuk, hogy mondjál, hogy miért van az olimpia mellett, mi pedig megpróbáltuk nem meggyőzni, csak elmondtuk, hogy tulajdonképpen miért nem hiszünk benne, miért kerülne ez nagyon sokba az országnak, és hova lehetne ezt a pénzt elkölteni inkább. Nem vitatkoztunk, beszélgettünk. De fontos erről beszélni, függetlenül attól, hogy az ember mit gondol. És így szerintem az nagyon fontos még, hogy semmi fröccsögés, semmi indulat, hogy próbál meg az ember tényszerű lenni. Nem. Téved, ha valaki azt gondolja, ez politizálás, ez nem politizálás, ez minden magyar adófizető embernek a zsebére megy, ebből mindenki fizet, ebből mindenki vállal, nem csak mi, még a gyerekeink is. Úgyhogy erről kell beszélni, ahogy egyébként minden országban teszik valahol, még dönteni is lehet róla beleszólni, vagy éppen vagy népszavazást kiírni. Gazdasági és országi más kérdés. Hogy igen, hát ez egy fontos és dolog. Az meg mindenkit érint. És egy fontos kérdés. Ráadásul igen. Pedig sportszerető emberek lévén mi is azt gondoljuk, hogy tök jó lenne, hogyha az ország egyszer olimpiát rendezne, mert megérdemelni a magyar sport, megérdemelnék a magyarok. Hogyne, mindenki, csak racionálisan próbáltunk gondolkodni. Na, úgyhogy erről volt szó ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. Gyerekek, meg volt életem, nem életem, hanem az idei év első forralbora. Tehát, hogy az korán kezdted. Ugye, mert hogy ti is mindig beszéltek arról, mikor jön el a karácsonyi időszak, meg mikor jönnek már a karácsonyi hirdetések, nekem a karácsonyi vásárokhoz tartozik a forralbor. De most Jánosházán voltam a hétvégén, Alma Fesztiválon is. A Jánosházi almások, mi? De nem almaborból. Azért az volt szép. Volt ott minden, ami almából készül, de hát így jól esett. Hát, ezzel kezdte az alkoholizmus. Ez az első mondata, hogy műsorba került. Gondoltam, hogy ezt te is, meg a Balázs is nagyra fogja értékelni. Megérkeztem reggel 9:30-kor, nem, 9:30-kor, kezem nyomtak egy üveg pálinkát, meg egy pohár forralbort. Hát mondom, jó, jó helyre jöttem, megérkeztem, köszönöm szépen, biztos, hogy jó lesz a nap. Este 7-kor és a szomláhúzás kezdik. Nem, aztán már abba hagytam az diszkrét ivást. Diszkrét voltam? Diszkréten nyomtam. Valamiben hinni kell. Próbáld meg újra. Hívjuk el a hallgató egyébként. Ennyire nem volt azért jó. Hát gyerekek. Morning show? Hogy van? Az bizony, jó reggel. Hello. Mi vagyunk, ciao. Hello, fiú. Hello, Fatina! Sziasztok, fiúk! Gondolom, 5 karika, 1 karika ügybe hívtok. Írtál nekünk SMS-t, igen. Írtál nekünk hát, SMS-t. Igen, ez jutott eszembe, ugyanis biztos, ha ez így lenne, úgyis azt mondanák a politikusok, hogy megkérdeznék, hogy hol van az a 4 karika, azt mondanák, jó, nekünk az az egy is, aztán kész. Mi mit írtál pontosan? Mi volt az SMS-ed? Bocsánat, csak a mindig kérdés. Az az SMS-emben, fiúk, hogy mire nálunk megrendezik az olimpiát, akkor az 5 karikából 4-et. Nincs 5 karikából 4-et elvonnak. Rögtünk rá, igen. Úgyhogy ennyi, fiúk. Nagy jó a műsorotok egyébként. Nagyon kedvelem. Te vagy a nap hallgatója, küldjük neked az ajándékcsomagot. Nagyon kedves vagy. Sziasztok, fiúk. Jó munkát, jó egészséget. Hello, fiúk. Ciao. Bye, bye. Hello. Volt benne rendben. Fiúk. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Azért hozom nektek a Bruno Mars nevezetű előadót, mert biztos hallgattátok a hétvégén a Klassz 40-et, tehát biztos hallgattátok. Be, viccelsz! Ahol már én feltűnt... Én először nem, de aztán Balint küldött egy SMS-t, ugye? Feri már rég hallgatja. Így van.
ahol már feltűnt a legújabb Bruno Mars dal, a 24 karátos varázslat, és hát én nagyon várom, hogy az előbb-utóbb ugye a napközbeni műsor folyamba is bekerül, de most még egyelőre az elsőt hozom, amivel megismertük annak idején a Bruno Mars. Ez milyen jó. Van egy új dal, de hozom a régit. Mekkora duma. De már volt, tehát azt mondom, hogy a Klassz 40-et. Komolyan vagy, mint Szántó Dávid. Ezzel a Klassz 40-et emelem értet, hogy valahol mennem. Lehet hallani, akkor az a Klassz 40, ezért kell hallgatni a hétvégét. Van egy új, de mi hozzuk a régi agyon játszottat. Jó lesz ez nektek a kívánság műsorban. És most hallgassuk meg a régi. Hát így. Csabi jön a kívánságú műsorra, hallgassátok meg Bruno Mars régi dalát. Mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasz, sziasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.